Tényleg. Sziasztok, szép testvéreim! Sziasztok mindenkinek! Szép napot, aki most nézi vissza a live-ot! Sziasztok! Szép estét, aki itt van velünk most este! Bocsánat, hogy ilyenkor tudtunk gyűnni, de itt vagyunk. Sziasztok! 5 perc és ott vagyok már nálad. Sziasztok! Szia Júlia! Sziasztok mindenkinek! Szia Brigé! Szia Andi! Sziasztok mindenkinek! Üdvözletemet küldöm! Lehetek szerencsések, szép testvéreim! Na mi a helyzet? Szép estét minden! Minden oké, és köszönjük szépen, velünk minden rendben van! Sziasztok! Sziasztok, szép estét Németországból! Szia, szép, hogy telt a napotok? Sziasztok, Tina, Zoli, Csá, Milán vagyok! Szia, Milán! Sziasztok, Sávale, így van, Sávale, Romale, Sávale! Mindenkinek mit főztél? Na, Mizu, jó? A Red Bullos krém? Fú, nem jó. Amúgy, mit tudom én. Amúgy nem olyan rossz. Sziasztok, Nagy Kátáról! Szia, itt van a Tina, jön! Sziasztok, Tina és Zoli. Sziasztok! Nem, azt hittem, már alszotok. Csak kimostam az ágy nem ült, aztán most terigettem. Láttam mami receptjét. Sávale mit jelent? Romale Sávale. Ja, még itt is van, mert mi is hoztunk ebből a csodás lepényből. Szia, Tina, Császoli, Roli vagyok. Írtam, majd nézd meg. Láttam, Roli kacsi, nem tudok rá válaszolni. De hogy is nem alszunk, Sávale, Romale. Azt hittem, ma alszatok, mondom, Tinának, jöjjön. Szép estét mindenkinek. Szia, Claudia, sziasztok. Hogy vagytok? Jól vagyunk, köszönjük, sziasztok, szép estét nektek. Szia, Attila. Megyek hajat szállítani, úgyhogy szájról fogok olvasni. Dugjál be izét. Sziasztok, szép estét, sziasztok. Voltál pénteken, Tina, arckezelésen? Enikő, nem, mert át kellett tennünk, gyerekek, úgyhogy majd szerdán fogok menni. Hogy be van csavarva a hajad. Mert most ment el a Timcsi, itt volt a Szandi, a Timcsi. Tina apukája. Úgyhogy igazából begöndörítette, hogy holnap gyönyörű, szép. Mert unja a vizés hajat. Milyen hajat? A sima hajat unja. Házi írásában is titeket nézlek, de ügyes vagy. Szép estét nektek is, gyönyörű szép estét mindenkinek. Mit főztél, Tina? A nagy semmit. Már olyan jól laktunk vele, gyerekek. Jó estét, szép a hajad. Azt kérdez, anyu, nem mentek cigánybába, szóval. Már voltunk, jöttünk is. Már jöttünk is. Egészség. Jó a hajat, köszönöm szépen. Köszönöm. Mi a helyzet? Mit tettetek, máma? Mit főztetek? Istenem, nem most göndör a hajad. Szia, Keti. Szia, Keti. Nem főztem, pont most néztem a Piroska mamát. Nézzétek a legolcsóbbat meg megfőzni. Bemondod a neve, Morsós Arnold. Milyen napotok volt? Hát én sziasztok, szép estét. Szia, Szandi. Szia. Hát én semmilyen. Maminál voltunk. Rakott zöldbabot csináltam. Aztán ennyi. Nagyon semmit nem csináltunk. Á, gyerekek, úgy fáj a körmöm. Á. Nekem is ilyen timcsi kéne most. Rakott kell káposztát főzni, mini fassi. Fánkot, de jó, de ügyes vagy, Klaudi. Ügyes. Na, gyerekek, képzeljétek el, itt aztán sztorik történtek. Story time. Nagyon nagy sztorik történtek. Sziasztok, váltok, hogy jelentkezzetek. Sziasztok, én most vacsizok. Mit eszel? Jó, étvágy, Tibolya. Nemrég hagytam abba a palacsinta sütés. Szia, Szilvim. Béken, beteker, csirke, mert én is ezt főztem ma, mint tetinos. Akkor a nagy semmi. Jó sós volt, Júli. Jó megsóztad, hozok remélem. Hozok majd kis szotyolát magamnak, helyi. Szia, Tina, Melcsi vagyok. Szia, Melcsi, már cső, Melcsi, remélem jó dolog történt. Még én se tudom. Nem tudom, miről mit akar mondani. Mindig hozok az étel már, után már meg... Van 3 csomag szotyolám. Mikor lesz vidéki vlog? Hát, ha majd megyünk vidékre. Sziasztok, lájkra jöttem. Köszönöm szépen, szép testvérem. Info Sávale. Nem, és édesre csináltam. Ja, édesre csináltad? Hogy megy a diéta? Teljesen jól.
Tök jó. De túl vagyok ezen a kritikus időszakon. Hála jó Istennek. Hiányoztatok már. Tudjuk, rég voltunk már itt. De hát na, így jött. TikTokon se nagyon voltam. Holnap veszek airfryer, gyerekek. Holnap megyek venni. Végre megtalálta az igazit. Úgyhogy holnap megyek venni a média márkba, veszem meg a Xiaomi fajtát. Órá jó, hogy itt vagytok. Én is makukázom, Tina. Az mi? Az mi? Szotyi? Makukázom, de jó! Szia, Eszti! Na, mi történt? Ja, mondjad, meg én se tudom. Dehogy nem. Várunk még. Habi. A merőbe szerint a jaujá. Akkor nyomjuk meg a lájkokat, mert csak 69 van, szégyen. Ó, mi ez a 69? Szégyen. Szégyellem magamat. Szép testvérem, nyomjátok már, meg ingyen van. Nagyon szuper, lehet finom kajákat készíteni vele. Na, Mizutina. Mondja, Tinus. Én mindenkinél a koszorít látom. De ez most nagyon jó árban van szerintem. Mi az a koszori? Tegnap voltunk Baján Pocsilveszten, Jolly volt a fellépő, nagyon jó volt. Ment ez a száma, hogy Tina sokat... De most tényleg ez jó dolog? Ez most mit akarsz mondani? Debrecen. Vagy nem mondjuk el? Alright. Ennyi szórakozzál már! Okay, alright. Most már értem, mit akarom mondani, mit főztél ma, Tina? Semmi, de jó sós volt. Nyomjuk. Köszönöm, Sandy. Ja, vágom. Jöttök debbe. Talán ez baktáló, Ferike, ma ó. Gondoltatok, egész nap halljam hát. Szilvike, te voltál tűnve? Most már mondjátok. Igen. Megyünk... Na mondjad, átadom a szót a stúdiónak. Márka jó az edény. Tina, megkérdeztem neked, milyen márka az edény készleted? No name. Kínai. No name, Chinese. De jó. Chinese, de jó. Majd a többiek visszanézik. Ennyi, Gabriella, igazad van amúgy. Hát, hogy van Manyi néni? Nagyon jó bírom ezt az angol akcentust. Hát, mit tudjuk csinálni, ha amerikai vagyok? Ajtina, most épp nincs szatyim. De hallod, nézd meg nekem, mennyi van. Nézd meg. Adjak? Na, gyerekek. Valami csak van ráírva, Zoli. Egyébként? Mire? De akkor ne írjatok, mert így hogy mondjam el, hogy ez is beszél közbe. Látszik, hogy jó. Hát, attól függ, kinek jó. Habi, azt jelenti, hogy kamu vagy nem igaz, igen. Aha, ja, én is most teszek. Na, akkor átadjuk a szót a stúdiónak. Na! Tavaly egy éve, hát igen, több egy picivel, mint egy éve, van egy kedves kisfiú, néző, aki a családjával szokott engem minden egyes nap nézni. És képzeld el, hogy valamelyik nap... felkeresett az édesanyja és az édesapja, és közölték, hogy a kisfiú nagyon beteg már, csontvelő rákja van egyébként, és nagyon szeret minket. És tudom, mert már nem most beszélek velük, hanem már több mint egy év egy kicsivel, és képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon beteg a kisfiú. És én úgy gondoltam, hogy jövő héten beülünk az autóba, és lemegyünk egészen Debrecenig hozzájuk. Pontosan Balmazújvárosba. Mert most kórházba volt. Ezen a héten azért nem tudtam menni, mert kórházba volt, és a kórházba nem lehetett bemenni hozzá. Ezért mi úgy döntöttünk, hogy nagyon-nagyon szegények gyerekek. Nagyon-nagyon-nagyon szegény. És még jobban magunkénak érezzük, hogy ugye... Hogy a nézőnk. A kisfiú néz minket, meg úgy egész család amúgy. Igen. És így is örömet szeretnénk neki okozni, hogy elmegyünk őt meglátogatni. Elmegyünk, vásárolunk nekik egy keveset, és el fogunk menni hozzájuk. Szeretnék nekik tartós élelmiszert venni, a kisfiúnak egy-két dolgot igazából. És szeretnék egy nagyon jót beszélgetni velük, mindenféleképpen, de gyerekek nagyon-nagyon rossz körülmények között vannak. Most akinek van lehetősége, vagy
Jó, nagyon szépen köszönöm. Mindjárt mutatok róla egy képet, jó? Addig vedd Máta. Itt vagyok. Csak... Uram Isten, szegény gyerek. Igen, gyerekek. Nagyon szomorú, be lehet szállni pénzzel. Nem, gyerekek, várjál, ezt is nem szeretném, hogy nekem gyűjtsetek pénzt. Dehogy is. Ha közel laktok Debrecenhöz, vagy szántok rájuk annyi pénzt, akkor fogjátok meg magatokat, gyerekek. Én megadok a címet, megadok mindent, és akkor menjetek, és ti is segítsetek nekik. Igazából azt mondta az édesanya, hogy ruhákra és az élelmiszer az nagyon-nagyon fontos, mert 4 gyereke van. De már így is már egy csomó ruha van már, gyerekek. Igen. Úgyhogy meg szűkös is az autó, azért minden, nem tudok nagyon sok mindent levinni. Be fogunk menni a Lidl-be, vagy be fogunk menni a nem tudom hova, és akkor szeretnénk nekik fasírtokat venni. Hát ilyen Mireli, tudjátok, ilyen fagyasztott dolgokat. Igen. Megmutatom nektek a kicsi fiút. Hány éves a kicsi fiú? 10 éves gyerekek. 10 éves. Én mikor beszéltem velük, én egész nap sírtam igazából. Én nem tudom, mi van az interneten. Hát nem a Wi-Fi-n vagy. De a Wi-Fi-n vagyok. Mondom, ott van. Hú, 4G van, nem látod? Ó, Liommal egy idős. Igen. Nagyon komoly gyereke. És melyik az? A jelszót kér, vagy nem? Nem. Kegyetlen, hát nagyon gyerekek. És gyerekek olyan rossz körülmények között élnek. És képzeljétek el, van a Facebookon vagy a TikTokon egy csávó, biztos ismeritek, a Peti, aki hát tudjátok, ez a Pizza King-es Peti. Tudjátok, régen a Pizza King-nek volt a arca, úgymond. Úgyhogy lehet, hogy ő is velünk tart. Igen, hogyha pénteken megyünk, akkor ő is velünk tartana. Én Balmazújvárosi vagyok, de így nem tudom, ki az a család. Mindjárt, pillanat. Igen, tudom ki. Igen, a Peti, igen. A Peti. Beszéltünk már vele, fölhívta a Tinát telefonon. Itt van a kisfiú, megmutatom. A pizzás, igen. Itt van a kisfiú, sajnos. Ezek most készültek, ezek a képek. Itt van a pici gyermek. Nézzétek meg, gyerekek, 10 éves. A jó Isten adjon neked nagyon-nagyon sok erőt, hogy kibírd ezt a nehéz időszakot neked, kedvesem. Úgyhogy nem tudom, hogy megmutassam a videót. Sziasztok, sziasztok. Szerinted, Zoli? Melyiket? Tudod. Szerintem nem. Ne, ugye? Jó, nem. Akkor azt nem fogom megmutatni, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetben élnek gyerekek. Nagyon. Én kaptam egy videót. Hú, inkább nem mondok semmit. Gyógyuljon meg. Így van, meg fog gyógyulni. Gyerekek, és arra szeretnélek megkérni titeket, ugye minden egyes nap kihangsúlyozom este, mikor elköszönök, hogy imádkozzunk a betegekért, a gyerekekért, és a felnőttekért is egyaránt. És nem azért kerestek meg minket, hogy most nem pénzért, segítsünk, nem vagy akármi. Isten látja lelkem, megmondanám nektek. Így van. Nem azért kerestek meg, csak azért, hogy értesítsenek engem, hogy a kisfiú nagyon beteg már. Értitek? Szia, Valika. Szóval ő nem azért keresett meg minket, hogy mi most menjünk és adjunk neki kaját, vagy bármi. Csak mi úgy érezzük, hogy magunkénak érezzük őket, gyerekek. Szia, Anna. Mivel a nézőnk. Így és van. Másfél éve beszélgetek velük. És ezt érted is megtennénk. Bizony. Érted. Bizony. Csak annyit mondja, amennyit lehet tinus. Igen. Így van, csak ennyi szerintem. Bőven ennyi. Elég. Én nem szeretnék elfogadni. Ez nem gyűjtés, ez nem... Nem. Menni szeretnénk, mert a nézőnk, és mag kicsit magunkénak ízléljük, hogy lemenjünk oda, és ha csak egy napot fel tudjuk vidítani, hogy meglátogassuk személyesen, szerintem az attól nagyobb dolog nincsen szerintem. Imádkozzatok és ért a gyerekek. Mert, ha most belegondolja, és ők nekik leégett tavaly a házuk, gyerekek. Szegény embert az ág is húzza. Leégett a házuk, és most egy 25-30 négyzetméterbe élnek hatan.
De kint van a számlaszám Tina oldalán, aki tud segítsen sok kicsi így sokra van, megy. Így van, hogyha valaki szeretne nekik utalni, vagy bármi, akkor megteheti. Szeretett, én megmutatom, van, én már utaltam is nekik, aztán a TikTokon is mondtam, és voltak annyira aranyos emberek, én hogy... Én tudtam sokat, de több, mint a sem. Persze, itt most nincs... Figyelj, 500 forint is jó. És képzeljétek el, hogy amit kaptak pénzt, lefotózta az anyukája, és elküldte nekem, hogy mit vett a gyereknek a kórházba. Képzeljétek el. Egyébként megmutatom nektek, ugye én is megosztottam már aznap, mikor a Facebookon nézzétek meg, kedves ismerőseim, barátok, rokonok, segítséget szeretnék kérni. Zolika 3 napja 24 órából 22 órát alszik, 1-2 falatot eszik, stb. És itt van egy számlaszám, ahova Csuka, Krisztina, Emília, ahova tudtok nekik utalni. Én úgy gondolom, ha 500 forintot utalsz neki, már az is egy nagyon jó dolog, mert sok kicsi sokra megy, most ha 10 ember utal neki 500 forintot, azért az már nem... Mi is viszünk nekik egy kis élelmiszert, tartós élelmiszert, meg ja, ruhát. És remélem, hogy ez a Peti tud neki abba segíteni, mert neki is hatalmas nézettsége van a TikTokon, nagyon-nagyon sokan nézik, és bízom benne, hogy valamilyen alapítvány, vagy valamilyen tehetősebb ember valamit tud értük tenni, gyerekek. Mert ez, amikor ilyen helyzetbe kerülsz, hogy minden pénzet kell a rákos beteg gyermekednek, kiváltani a gyógyszert, Debrecenbe hordani őt a kórházba, kocsijuk nincsen, jogsijuk nincsen. Értitek? Most mindig nézem őt és titeket. Hatalmas nagy szíve van a srácnak. A Petinek nagyon. Ez biztos. És kalapom emelem előtte, hogy ennyi embernek segít. Ennyi embernek segít. Nem tudom, hallottátok, volt egy kislány, nem is tudom már, hogy hívják. Jázmin. Ugye azokat is bemutatta a Peti, hogy milyen nehéz helyzetben éltek, és képzeljétek el, a Tündér Alapítvány elkezdte felújítani nekik a lakásukat. Yeah. Igen, Jázminka. Igen, Jázminka. És ruhákat kapott, mindent kapott gyerekek, mindent. És nagyon bízom abba, hogy valaki megfogja őket. Igen, sok mindenkinek, ja. Igen. Respectnek innen is. Igaz? Jázminak, igen, besenyőtelekről is segítettek, igen. Így gyerekek, egy 10 éves rákos kisfiú van, ahova normális ágynemű, normális bútorokat kellene biztosítani ahhoz, hogy a kisfiú steril körülmények között legyen. De amikor egy 30 négyzetméterben élünk hatan, és ágyról ágyra van a szobában. Köszi, a szoba, Anci. Nincsen konyhájuk, de majd nem tudom, hogy meg-e fogják engedni, mert én szeretnék egy videót erről csinálni, hogy aki megteheti, az látogassa meg őket, vagy hát segítsen legalább, neki. Ti is bele tudtok látni, hogy hova megyünk. Igen. Gondolom, ti is kíváncsiak vagytok rá, mikor mentek. De... A jövő héten. Jövő héten valamelyik. Pontosan nem tudom, mert még egyeztetünk, és képzeljétek el, felhívtam tegnap az édesanyját, és azt mondta nekem, Tina, én nagyon-nagyon szégyellem magam. Nagyon szégyellem magam, hogy te most pénzt utaltál nekem. Nagyon sajnálom azért magam, hogy te most jössz, és ti jöttök, és élelmiszert vásárolt. Ért, utaltam nekik. A jó Isten áldjon meg titeket. Gyerekek, ez nem a jó lelkűség, csak ha belegondolsz, hogy Isten ne adjon rátok soha ilyet, soha az Isten mentsen meg minden embert a betegségtől. Isten áldjon titeket is, Evelyn. De ha jobban belegondolsz, hogy te vagy ebbe a helyzetben, persze. És neked segítenek, teljesen ha tudunk, rajtad is segítünk, persze. Teljesen átértékeled a dolgokat. Gyerekek, ez nem csak, itt nem csak az van, hogy nagyon szegények. Itt van egy rákos beteg kisfiú. Igen. Itt nem csak az van, és hogy szegények. És hogy minket az fogott meg igazából, ugye, igen, a betegség. Igen, én őszinte vagyok. Én engem nem az fogott meg, hogy szegények. Egyáltalán nem. Hanem az, hogy a kisfiú rákos beteg és steril. Mert több száz üzenetet kapunk gyerekek, szegényektől, gyerekek. Hogy segítsünk, tegyük ki a bankszámla számot. De most, na gyerekek, most mindenki nem tudunk segíteni. Bizony.
Na most ez egy rákos kisfiú, szerintem... Isten legyen vele minél hamarabb, így van, gyógyuljon így van. Meg. Ha elmondasz egy imát, már az is elég. Ha imádkozol az Olikáért, érted? Elmondasz egy imát, érted? Ja, ráadásul Isten... névrokonom. Igen. Zoltán, ő is. És én ugye már ismertem őket ezelőtt. Persze, is. Hát már nézőnk amúgy. Egy éve néznek minket. Az összes család, az egész Timcsi is felhívta, és képzeljétek el, tudta, hogy kiről van szó. És mondja, hogy a Tinának a... Tina, nekem is beteg a gyerek, vettem egy ózon fertőtlenítő gépet. Szívesen odaadom. Jenny, neki. Én megmutatnám, hogy miben élnek. De miért nem mutassuk meg? Durva. Fönn van az interneten, az nézi meg, aki akarja. Sziasztok, szép estét! Szia, azt a videót meglátnátok, a szívrepedést kapnátok. Szívrepedést. És nem pénzt kértek, nem kértek semmit. Semmit nem kértek. Tudod, mit mondott? Egy imád, közlést egy mondott, a TikTokon nem? Közöljek vagy... újra egy videót, hogy több emberhöz eljusson. Nem élelmet, meg nem, Tina, kérlek, segíts, mert meghalunk éhen, stb. Nem. Ő annyit mondott nekem, hogy közöljem újra a videóját, hogy több emberhöz... Igen, egy srác volt igen, már segíteni igen. Nekik, még decemberben, azt hiszem. Igen. Csomag mondta, újra, de ez az komoly téma, teljesen igazad volt. Utasjátok meg soknak segítenek. Sokan segítenek majd nekik. Igen, ezért is szeretném nektek... Várjatok már, most mit akartam? Pillanat. Igen, és nagyon sok mindenki pénzt vitt nekik. Sziasztok, sziasztok. A legjobb kezekben van, itt vannak Atosan a fogászat és Hülor GG mellett a gyerekonkológia, ott dolgozok, mindent megtesznek gyerekekért, nemrég tűzoltók is kint voltak beöltözni Mikulásnak. Nem tudom, mikor megyünk, de valószínű lehet, hogy pénteki nap, mert ugye a Petinek az a péntek, jó, de még egyeztetnek, mert úgy néz ki, hogy jön velünk ő is. Vagyis velünk tart. Szeretném, hogy több emberhöz eljusson, de egyébként mutatok nektek egy pár TikTok videóját. Itt van szegény, várjatok, leveszem a hangot. Itt van szegény Zolika. Nagyon-nagyon sajnálom, de kívánok neki nagyon sok erőt, hogy ezt a nagyon nehéz utat vigyék végig. Látjátok, könyörgök, Uram, gyógyítsa meg, nem bírom látni a szomorúságot és a fájdalmat. Kérlek, gyógyíts meg. Nézzétek meg, gyerekek. Nézzétek meg. Milyen kis szép gyerek. A jó Isten áldja meg őt. A gyönyörű, szép fiát. Itt van a videó, amit elküldött nekem. Neki, igen, ezt vették. Ezt vették abból a pénzből, amit utaltunk neki, hogy legyen a kisfiúnak üdítője, legyen neki kajája, meg mit tudom én milyen, úgyhogy az anyukája megfogta, és így lefotózta, hogy amit pénzt elutaltunk neki, hogy ezeket vette, és mellette kifizette a kórházi ágyat, ugye, stb. És képzeljétek el, hogy... Várjatok. Nézzétek meg, nem pénzt kért, itt van magyarul, feketén-fehéren. Hello, Tina, nagyon szépen megkérlek, hogy segítsél annyiba, hogy amit felraktam segítségkérő videót, hogy újra közlöd, hogy megosztod az oldalamon. Kérlek szépen, bekerültünk a kórházba, mert a kisfiam leukémiásnak. Látjátok? Nem pénzt kért, nem élelmiszert. Egy közlést, egy videó közlést. Értitek? Úgyhogy minden tiszteletem a szülőké, hogy ezt így végig tudják csinálni. Hogy ebben a nagyon nagy szegénységben, hogy még ez is van nekik, egy beteg gyerek, és még a másik kislány is beteg nekik, és nem tud ez miatt iskolába járni. Úgyhogy van itt elég nagyon nagy problémák gyerekek a világban. Igen, Szabina, köszönjük. És én nem, semmilyen segítséget nem kérek tőletek. Semmilyen gyűjtést nem szervezek. Semmi. Ez önerőből van. A Timcsike nagyon aranyos volt, mert ő is... A Timcsi sokat segített. A Timcsi sokat segített. Most hozott ide csomó ruhát. Ott vannak bent a ruhák a... Kis szobában. Kis szobában.
Úgyhogy elmegyünk, veszünk, utaltam is. De aranyosak vagytok. Nem értem, hogy van még hite az embernek, mikor egy ilyen gyökeret meglát. Így van. Így van, Andrea. Nagyon biztos. Igazad van. Nagyon igazságot mondasz most, szívem. Nagyon. És egy tisztelettudó család. Egy tisztelettudó család. És én ezt most nem azért mondtam el nektek, hogy ti álljatok bele, vagy segítsetek, vagy bármi. Ezt rátok bízom. Amúgy is mennénk. Úgyhogy... Én mindenhogy mennék, mert én amikor ezt a gyereket megláttam, mert én ugye már régóta, hát már nem most beszélek vele, látjátok, már nem most, nagyon régóta. Úgyhogy ezért is érzem magamévá, mivel egy 10 éves, és nézünk. És nagyon szeret minket. És mindig írt az apukája, hogy Tina, mikor lesz új rész? Mert várja már nagyon a gyerek. Jól vagyunk, köszönjük, Ildikó. Úgyhogy jönni fogok videóval, hogy élnek, mint élnek, és nagyon-nagyon remélem, hogy lesz valamilyen segítségük, valamilyen segítséget kapnak. Mert azért vannak tehetős emberek, gyerekek. Ennek a Jászminkának is teljesen felújítsák a házat, egy évig bérel, vagyis egy pár hónapig, amíg nem lesz kész a ház, bérelnek nekik házat. Ugye ők se tudnak elmenni albérletbe, mert nekik se jó ez a helyzet, de viszont nincsen miből. Fájuk sem volt, semmiük az égvilágon. Úgyhogy mi elmegyünk, a magunkét, a szívünknek, amit diktál, azt megtesszük, és ennyi. Az a jó mag, jó kis kólával. Ja, finom. Amúgy jó íze van ennek a lidülösnek. 700 forint, jó íze lehet, ne haragudjál ma. Na, úgyhogy erről a szomorkodásnak vége. Hát erről ennyit, úgyhogy majd jövünk. Erről ennyit, majd jövök a videókkal, úgyhogy lesz megint a héten mit néznetek. Beindult a challenge a tök jó pizzériába, gyerekek. Aki erre jár, ő... Őrbottyámba, és szeretne egy finom pizzát megenni, annak van lehetősége, gyereke. Videóban 40 perc alatt kell megenned egy 45-ös pizzát, és ha megnyered, akkor választhatsz 15 ezer forintot, vagy mit? Négy személyes bőségtálat. Ha nem nyered meg, viszont az 5500 forint a 45-ös pizza, és annak a felét kell. Jó, megy, köszönöm szépen. Igen, Gabriela, megcsináltam. Jó megy a diéta? Én nem voltam hétvégén edzeni. Nem szoktam. Én is elővettem a szötyit. Pogácsát kólával imádom. Pogácsa kólával? Uh-huh. Világi. Szeretem. Mit csináltatok, máma? Ma vagy máma? Ja, egyébként be van gönderítve a haja. Tina, téged klónozni kéne, hogy több ilyen jó ember lenne a világon. Lehet több. Gyerekek, én mindig azt vallom, hogy amit adsz, azt kapsz. Ha te jót adsz, jót kapok. Ha rosszat adsz, rosszat kapok. A vonzás törvénye. És próbálok úgy élni, hogy ne bántsak meg senkit. Próbálok úgy élni, hogy ne hazudjak. Próbálok úgy élni, hogy ne bántsam meg a másikat. Érted? Hogy a karma az ne negatív legyen, hanem pozitív. Szia, Katám! Szia, Katamu! Meggyógyultál már? Hogy vagytok? Hogy van a pici? De szépedjen meg a szívét. Hol szukoltam? Az úgy nagyon hideg, iga? Mit csináltunk? Ma semmit? Maminál voltunk. Oda. Aztán ennyi. Dolgoztam vasárnap. De szerettem azt, hogy drága kenyér. De ez úgy tud szotyizni, mint a gép. Á, brutálisan. Szerintem egy óra neki egy nagy, még annyi se, egy nagy csomag szotyi. Annyi se. Szia, Csilla. Nagyon finom. Farkas és a mézi. Jól laktak azt. Csucsuka van. Túró rudzsi zsemlével. Vagy snickerszel. Olyan jó ízű, ezt is csak megkívánta.
Tina, voltál arckezelésen? Gyerekek, át kellett tennem szerdára. De gyakor még mindig gyönyörű az arcom, nézd! Nekem fél óra után kikezdi a számot a só. De ez nem olyan sós. Mert látod, nekem a sárgával van ez a problémám. Meggyógyultam. Agyilag. Összeszedtem magam, ugye milyen gyönyörű. Nagyon, nagyon, Kata. Nagyon. Ránézel, és rendesen egy kis angyalka. Ti mikor fogtok aludni? Hát nem tudom, mennyi az idő. Megkukult. Meghalt? Kérdezzél. Szendó chipszel. Napokban néztem a régi videót, de jó nevettem, amikor ágy alatt volt. Ú, de régi. Vérvételre se ment a büdös. Neki aztán szóltam előtte nap. Igazad van. Én is megyek majd mikrotűs kezelésre. Tényleg? A Nikihő? Menj már! Amirát hol van, Tina? Amirá mit van? A Claudia az anyukája Amirának. Mondjad már, hogy tudom. Nézzétek, hova tettem a babát? Na. Figyeld! Ez mi, kaki? Tepertő, jó megy nekik, mi? Tepertőt teszik a kutya. Amira, nézd meg, hol a baba szívem! Hova tettem? Itt ül a polcon. A szobába. Ahol alszunk. És így mindig velem vagy. De cuki. Megkívántam. De sokan megkívánjátok a szotyit. Nagyon finom. Ez tényleg jól idülös. De ez is ma 600 forint egy szotyi. Ja. A Lidőbe. Szép a hajad itt, Tina. Tinus. Isten, ügyes vagy. Gyerekek, a tortás videó. Olyan sok okos van. Olyan sok szeretettel kommentelnek. Amira már alszik, de holnap megmutatom neki. Vigyázz rá. Vigyázok rá nagyon. A tortát nem azért sütöttem 3 lapot, mert nekem olyan jó kedvem volt. Azért, mert az édesanyám neki adtam azt a nagy tortaformámat. Amikor költöztünk. És nincsen tortaformám, és azért sütöttem 3 piskótát. Életem első tortája. Én azért legalább kimerek állni, és élő videó, vagyis egy videóban megmerek sütni egy tortát. Tény és való, hogy nem a legszebb, de viszont az íze, az mindent. Képzeljétek el, a Mariék hoztak a Aminak a cukrászdába, és azt mondták a gyerekek, hogy 100-szor finomabb az én sütim, mint az a torta volt. Uh-huh. Azóta megint sütöttem a Rolikának. Azt hitted, hogy a kaki a te... Aha. És most valamelyik nap a Rolikának sütöttem egy másikat. Nézzétek meg. Ott van. Ez már még finomabb lett. Ebben rendes ízét vettem, rendes krémet. Rendes vanília krémet. Úgyhogy csillagom, gyönyörű volt a torta, miért törődsz a hülyékkel? Hát nem, csak úgy próbálnak, tudod, úgy mindenbe úgy beleizélni, érted? Hát a gyerekek 12 éves sütök, főzök. Nagyon finom volt. Na, Keti, milyen volt az enyém? És hozzáteszem, Móniék 9, Ketiék 3-an, az 12, anyu. Hallott, 15-en ettek az izéből. Abból a tortából. Szerintem nagyon jól nézett ki a torta, a krém, amit beletettél, nagyon ki. Nagyon finom volt. Jó volt, tényleg. Hát csak ott próbáltak kiosztani, hogy így, vagy úgy, vagy amúgy. Jó, valaki jó tanácsokat ír. Persze. Meg. Igen, pacekba megcsináltad, bolondom. Egyszer megkóstolom, szép is volt a torta, ne foglalkozz velük. Én tudom, jól egy tökéletes piskótát, torta piskótának a receptjét, ami ilyen nagyra feljön. De ha nincsen tepsim, nincsen bele izém, akkor nem tudom, mibe megsütni, gyerekek. Ja. Nyilvánvaló. Csak így tudta megoldani, hogy 3 vékony. Igen, mert elsőnek nem is ilyen tortát akartam, hanem tudjátok, az a sima lap,
aminek a belsejébe megy puding, és arra rárakod a ízét. A... Amié is finom volt. Na. De azt mondták, hogy a Tinál jobb volt. Finom. Szia, szia kedvesem! Tímci. Hazaértél? Hazaértél, babám? Jó van az úgy. Tudok tortát sütni, hát amúgy nem kell foglalkozni senki véleményével, és így úgy leszarom. Nem foglalkozunk vele. Nem csak ott tudod, írták, hogy ezt az oldalt nézzem meg, ez így tud sütni, az úgy tud sütni. Jó, hát... Hát én nem az a fajta nő vagyok, aki... Nem cukrász a Tina. Hát persze, hogy nem. Ő nem cukrász. Én háziasan főzök. Nem az a lényeg, hogy mi a szívem, lelkem benne volt. Nem vagyok fáradt, Katám. Kezd munkája, ami pluszt ad hozzá. Így van, így van. Mm-hmm. És a Rolika mondta, hogy süssek neki tortát. Így van. Mert ugye látta az előző tortát, és akkor mondja, hogy nekem, hogy Tina sütöl nekem tortát, de ne csokisat. Jól van, mondom. Én 5 tortát csináltam. Ügyes vagy, Rita. Ezt csak azért hoztam, hogy pár ezer forintból milyen jó tortát lehet sütni. Ennyi. Nem az, hogy milyen szép, vagy milyen komoly volt. Mit főztél, Tina, hétvégén? Hát tegnap vidéken voltunk, nem főzött. Nem, paradicsomos káposztát csináltam. Gyönyörű volt. Aki sok rossz indulat ember, szánalmas, aki beleket a másikba. Én erre csak azt mondanám, hogy tegyen már felől is egy videót. Na, ez meg a másik, igen. Hogyha már készíts annyira... el egy tortát. Nem tudom, nem ettem belőle, én nem tudom. Ja. Én erre csak azt mondanám, hogy na, süsse meg. Ez ilyen gyorsan összedobható piskotta, meg krém. Igen. Haza tök hamar, hála, nem foglalkoz senkivel, finom volt. Ja igen, Timcs is kapott igen, belőle. Igen, ő is evett belőle, igen. Igen. Jó, hát hogy igazából nem érdekel. Meg gyerekek, az első tortája volt. Na most, még ha nem is sikerült volna, vagy csúnya lett volna, vagy valami. De jó esett ez apukám, amit most mondta. Na, micsoda? Hát egy, na. Érted. Ja, hát most gyerekek, hát most... De tényleg jó esett. Rolika meg is érdemli, igen. Vidéki vlog nem lesz. Hát majd, ha megyünk le, akkor majd csinálunk. Ó, örült neki, mondom, nagyon örült a tortának. Sziasztok, így ide nézem a videót, nagyon jó érzés, vannak ilyen barátságosan. Köszönjük szépen, kedves Noémi. Hát persze, de jól mondod, Zoli. Hát nem, hát most figyelj. Hogyha szóval most valaki először tanul főzni, megfőz egy valamit, ami... Na, először... A vaj azért kell bele szívem, hogy ne legyen száraz a piskóta. És úgy mondom, hogy nem volt szerencsém, hogy elsek belőle. Na jó, elég legyen, hogy... Nézzétek meg! Roman Man, Selvia! Ott van a Rolinak a tortája. Vettem rá egy bajúszos csávót, egy szerencseízét, és itt vagyunk mi. De szeretem őket, mind az összeset imádom amúgy. Látjátok, és ott a torta, ez már szebb lett, mint a múltkor. Ez már második tortám, nem? Tök jó volt a másik is. Uh-huh. Csak sajnos nem tudtam belőle úgy zabálni, ahogy régen. Zabálta ő volna, de... Így kiment a fele majdnem. Sziasztok, ügyes vagy, ti nem, szép lett a torta. Szia, Krisztinám, hát te úgy tudod tortát sütni, hogy gatya. Na, lássátok, ő egy igazi... Na, látod, ha ő kioktatott volna, van. Akkor azt mondom, igen, Krisztinám, tudom, mert te így egy van. Torta specialista vagy. Akkor azt mondom, hogy igen. Jaj, Zoli, nem, azért. Auvan mán, Zoltán, ne legyél ilyen elfogult. Ez nem igaz. Megmutassam a Jamki Engelről, valaki ezt kérte. Csak egy. Nekem könnyezett be a szemem, hogy ilyen aranyosak együtt, és hogy Zoli megdicsérte Tinát. Hát gyerekek, hát persze, hogy megdicsértem, ügyes volt. Hát. Itt tényleg kínlódott vele minden. Megcsinálta, összerakta. Na, hát sörment, de ez hónapra nem ilyen lesz, gyerekek. Holnapra már nem lesz olyan göndör, kirúgja magát. Úgyhogy amúgy a Timcsi itt volt nálam, ő csinálta. Hogy nettem volna? Tűn a szomszéddal találkoztam. Igen, aha. Zoli, hogy megy a fogyóra? Jó, jól hajad. Jól megy, köszönöm szépen. Ja, ezt mondjuk nem tudom, Timcsi, ezt hogy kell rakni szívem, de ezt így valahogy? De ez majd, á, gyerekek, ez majd holnapra lesz nagyon szép.
Ez hónapra kirúgja magát, és... Ó, drága, ne esküző túlzásba, én sem vagyok a torták mestere. Miért? Talán valaki kioktatott? Hát, persze. Ja, volt egy-kettő. Volt egy-kettő, aki nem így kell, Tina, nem úgy kell, Tina. Én elfogadom a kritikát, de olyantól, akit látom, hogy süt napról napra tortát, érted? Már persze ez is benne van, hogy az életem első tortája nem úgy sikerült, de hát... Majd kicseszek én veletek, hozok olyan tortákat, hogy... De akkor is íze nagyon fajn volt. Mivel csinálta a hajadat? Gönderítővel. Azt a dedög a hajad. Kis böngyös, ez nem elfogultságból, értem. Zoli arca elárulta, hogy biztos mondta magába, hogy ez nem dió, mert nagyon... Igen. Igen. Mikor már anyu is azt mondja, hogy jó, akkor már jó. Amerikával mizu? Hát na. Sorrend, napi rendben van, nyugi. Mit mond a süket a vak embernek? Nem látod? Nagyon szép a hajad. Szólj, ha jön valaki. Ja. Jól van, nagy rájuk semmit, ha látnád az első tortáj, milyenek voltak. Hát gondolom. Hát jó, de felszerelés nélkül, Krisztina, tudod? Igen, se felszerelésem, semmim nincs hozzá, de érted? Majd bátyja vesz neki. Jó, most ne sütögessen azért tortákat. Ja, igen, meg... Ilyen diétás időszakomban, mert az a baj, nem bírok ellenállni a izéknek, a süteményeknek. És ha akarok, hanem egy kicsit ennem kell belőle. Mi, amúgy most nem is sokat ettél belőle. Rendesen dagadom, elkos az Olikának olyan büszke volt. Köszönöm, Dávid, senki nem az anyja hasába. Így van. Így de van. Szeretlek, bölcsmanám. Igaz a szó, mana. Jaja. És így kezdtem, Tinám, ne aggódj, az első pár tortám egyenesen... Persze, hát így van. Az is minél többet csinálsz, hát annál persze. Jobb, érted? De ez mindenben így van. Gyakorlat teszi a müstört. Mindenben így van. És úgy kezdtem, semmi nem volt hozzá az elején, aztán idővel egyre jobban belejöttem. Igen. Én is, drága. De szép volt ez a mai tortád is, Krisztina. Na, nagyon. Ja, megmutatom, hogy Krisztina milyen tortákat süt, mert ha ő kioktat engem, akkor rendben. Figyeld! Én most chipset esek meg, eszek meg csokit. Na jó, de hát Krisztinánk az mester, Krisztinánk. Na most figyeljétek már Krisztinának a tortáit. Csak úgy mutatom. Tessék! Unikornis torta. Emilyen szép. Unikornis torta. Csoki torta. Hű, de szép. More. Dobos torta. Pokémonos torta. Na, látjátok? Ha ő azt írja nekem kritikát, bármit, elfogadom tőle, mert látom a műveit. Tud a nénye, nagyon. Nagyon tud a nénye. Gyönyörűek, Zoli, legynál finomabb. Ja! Mana is, hallod? A mana is küldött nekem üzéket, figyeljétek, a mana is milyen. Egy desíp. Mi is próbálkoztunk, de nem lett olyan jó. Nem baj, próbáld. Nem baj, szívem. Következőre jó lesz. Nem az a lényeg. Nem tudom, hogy... Megyek holnap, suli, szia! 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 Nincs mit, Krisztina, hát ami igaz, az igaz, ezt meg kell hagyni. Mami almás pütét megcsináltam, nagyon finom és laktató volt. Köszönöm szépen, Judit, hogy megcsináltad. Na hát, add már ide! Figyeljétek, a mana is milyen... Jaj, de szép vagy, kedvesem! Milyen szép fia van, iga? Nézzétek, egy éves. Egy egyes, akkor figyúzd. Tessék, és ezt a mana csinálja. Na, kettő is van ott, nézzétek meg. Házi készítésű torták. De nem mondjátok meg, More, milyen szép. Nagyon szépek, és ez? Na.
Mind ügyesek vagytok. Nagyon! Olyan büszke vagyok rátok amúgy, hogy a szív leszakad. Pont most szia néztem. Szia Mara! Már. Szia Mara! Nagyon jól néz ki. Ez a kis réha. Igen. Nincs mit. Én köszönöm a receptet. Igazán nincs mit. Nyilván szerintem szuper tartát csinálta nekem is. Se volt tökéletes, szívből kész. Ennyi, így van Anita. Így van. Amit szívből készítesz, az már rossz nekem lehet. Szívem, lelkem benne volt, hisz a családomnak sütöttem. Meg ha egy idegennek is sütöm, akkor is benne van a szívem, lelkem, meg mindenem. Testem, mindenem. Kezem, lábam. Ajau, kaula. Ilyeneket fogsz majd készíteni te is, Tina, idővel ebben biztos vagyok. De gyerekek, ki nem akarok tartani. Ó, Berki, Bea! Szia, Bea, dere, el vagy tűnve. Ez te vagy? Hallod? Én nem akarok tortákat sütni. Májod. Majdnem nagyon szép tortákat, gratulálok. Csak ez jött, hogy jöjjön a Rolikának a szülinapja, mondom, megpróbálom próbasütésnek egyet. Most kell kerestem valami édesség. Itt van annyi most előttem, megfordítanám a kamerát. Ugye voltak itt szandékok, a Tina mindent kipakolt. Itt vagyok mindig csak csendben. De mi vagy csendben? De mi vagy csendes? Ilyen nagy milkát valaki? Van ilyen. Várjál, mutatom. Ilyenek. Egy csomó. Itt is vannak ezekbe. Ott is van. Van ilyen csokis is. Ilyen kis csokis. Most itt csupa izé van ilyen. Van ilyen Milka is. Ferrero Rosé. Szotyi, mit kértek? Szóljatok! Tele van bűnnel az asztal. McDonald. Meki. Mennyi csoki? Hát, és még van a szekrényben is, Krisztinám. Most tényleg az asztal tele van csokival itt. Hát voltak vendégeim, kipakoltam nekik, bemenne, de diéta van itt is. Nekem igen, jöhet a sok édesség. Csodás tartak téd is, nagyon csodás, az amerikai krémest készítettem meg karácsonyka, hogy mennyei volt. Na Zoli, neked fel van adva rendesen a lecke. Nem érdekel. Nem eszi ő. Soha nem is érdekelt az ilyen csokik. Tudod, mit teszek meg minden nap? Azt a paket kaffit, tudjátok. Egy olyan 40 kalória, 44. Sziszlát. Bőség. Hát most bőség van itt, Szilvia, ja. Hát, drág Istenem, miket mutogatnak hely. Mindenki diétázik? Igen. Aj, nem is való vagyok ebbe a csapatba akkor már. Mindjárt elszülük. Én Milkát kérek szépen. Gyere, Laci testvére, melyiket kéred? Mert van többfajta Milka. Velem beszéltél Messengeren, Tina, mi hívtunk veneteket nyáron Ausztriában, olyan jól láttik te kert. Sziasztok! Emlékszem rád, igen. Az a kis kávés, aha. Azt minden nap megeszek egyet, egy olyat. Aztán ennyi. Nem ér annyit az a csoki, jobban megér jól kinézni. Így van. Ó, Krisztina bíró, 1000 éve. Mi a helyzet? Ennél kevesebb soha ne legyen. Köszönjük. Van joghurtok, kávé az asztalon, vagy 3 dobozzal. No, diétázzál, no! De ilyet amúgy én még nem nagyon láttam. Meghúzom a göndöt. Ferrero, izé. Ja, ezt én is most kusen, láttam. Ferrero, kusen. Küchen. Küchen, nem tudok lingőzni, németül nem tudok. Ferrero, küchen. Paket kofi nálam is a kedvenc. Ja, egy olyat bedobok. Az a baj, én azt nem megenném tőle mindig, de nem jó, mert... Öt a TikTokról kiért neked, hogy kérdeztetem, hogy nézem a YouTube-et. Ja, jó, kávéfőző, miért használtok? Dolce Gusto. Az nagyon finom. Az a baj, így csak is, tudod? Szerencsés, hogy ti nem, neked nem kell diétázni. Ja, dehogy rég munkát váltottam. Takarítok. Munkahelye. Ja, értem. Mi van, Krisztinám? Jó vagy még a uraddal? Németben van ilyen. Ja, Németben? Imádom jó csokikat, de nem lenne szabad ilyesmit ennem, mert cukor... Ó, Zanettám, akkor te figyeljél. Egy pici tehet szerintem. Lássad, egy ilyet megesztek, ezzel nincs semmi baj egy ilyen kis kockával.
Airfryer, Zorika, holnap jön Szilvia az airfryerem. Jaj, de jó lesz. Úgyhogy kértek róla vlogot majd, hogy elmegyek venni? Ez a bajnak a PS5-öm. Fasz, ami? Nekem meg porfogó sajnos, mert nincs időm vele játszani. Muszáj csokiról beszélni? Nem. Amúgy nem muszáj. Azt mondja, muszáj csak kiről beszélni? Férjem már sokat hozott Németből, keresünk persze, ez nem kérünk persze, ez nem kérdés. Sziasztok! Az mi testvér? Micsoda airfryer? Hát ez ilyen testvére. Meleg levegős sütő. Most olyan hülyén nézek ki ezzel a hajjal. Na de mindegy is. Ne foglalkozz már, Andere. Hol veszed, Zoli? MediaMart. Persze meg, amikor kajcsit fogsz benne csinálni. Nem, ott hagytam, azt hittem hülyének lehet, csak nem jött össze. Láttam én, nem posztolgatsz már vele a Facebookon. Jó tetted. Mi már nem vagytok együtt? Gondoltam én amúgy. Pedig olyan szép a hajad. Hát, ja. Mint Balázs Pali. Szóval meg se kérde vlogot, mindenről is kérünk. Mondjuk igaz, igaz. Jó, mostanában nem voltak olyan sok vlogok. Nagykunyiból üdvözlünk. Nagykunyiból. Komolyan gondoltátok, hogy szeretnétek külföldön élni? Komolyan, igen. Mennyi a volt a... Airfryer, öcsém is kapott karácsonyra, de még nem tesztelték. Én nem ilyen Lidl-öset veszek, hanem a Xiaomi-nak veszem meg az airfryerét. Mit megadnék egy szeletként? Ma én is abba főztem. Mint egy szép fehér, gyerekek. Általában ilyen okos, telefonról is lehet... Mióta keresi a megfelelő gyereket? Telefonról is lehet irányítani, úgyhogy az lesz a választás. Most 30 ezer forint a médiába. Minden nagyon jó benne. Most itt töltöm le azt az autós Tech Rebel Motor Fest. Jó játszást! Mikor indulunk Amerikába? Hát ez jó kérdés. Mi jól vagyunk, Krisztina, köszönjük szépen, el vagyunk. Költözésen túl vagyunk, úgyhogy ennyi. Az nem is sok, nem is volt drága. Még nem vettem meg, holnap megyek. Majd ma holnap. Nem volt már ide, mert még apámnak el kellett menni, beszart az aksia. Na mi a baj, se sok otthon a gond, vagy megélhetés? Nem, a megélhetés, már mindenünk megvan. Megvan mindenünk, lekopogom. Hányok Magyarországtól? Hát kíváncsi leszek, Andia, hogy milyen lesz benne a kajcsi. Nekem biztos, hogy jó lesz, csak majd szerintem a Tinának nem lesz jó. Az ki fog abból lenni? Gondoltam. Én biztos, hogy egyé te szárazat. Én nem fogok. Nekem is van, ma abba sütöttem karácsonyra, kaptam öcsén. Na milyen, Krisztina? Vigyetek ki minket is ebből az... Hát, na, hát mondtuk, hogy ki szeretne velünk jönni. Én mondtam. Majd írunk egy listát. Én szóltam, én mondtam. Olyan repülőt majd bérlünk, vagy valami, aki kivisz minket. De a telefonos dolog, tudom, hogy hülyeség, nem azért veszem én meg. Hát nem telefonról fogom én azt izélni. Jó, most hány literes, nem tudom, gyerekek, 3 vagy 4. De nekem egy személyre bőven elég, mert ő úgyse fog enni belőle. Hát biztos, hogy nem. Úgyhogy nekem egy személyre, hát nagyon jó, én nagyon örülök neki. Tesóm németben lakik, Isten áldja meg a németekkel együtt. Nem lesz szar az a kaja? Hát, Tinának az. Drága fiatalok, olyan csodálatos emberek értékekkel rendelkeztek, amit én ma alig látok a fiatalok között, tisztesség, erkölt, szeretet, hogy van. Nagyon szépen köszönjük, Anikó. De csak úgy, megyünk úgy, batyút a hátunkra veszünk. Batyút veszek a hátunkra. Azt kitalálunk kint valamit. Ment a Lidi néni a vásárba, de csuhajja. Jó, gyereke, képzeld el, 67 kiló vagyok. Hű, és 67. Tényleg? És tényleg? És nem jók rám a ruháim. A nyénye izmosodik? Sült is jó benne? Szerintem ti nem sokáig bírnátok a szülők, rokonok nélkül, főleg Tina, de lehet tévedek. Hát, nem tudom, gyerekek. Még soha ti nem jöttök, Krisztina? A tengeren túlra? Olyan, mint a fufrod lenne. Jó. Szárítom, ágy nem üt. Nem száraz benne, nagyon jó a kaja. Na, gyombrosom, hogy vagy nem is látszik, hát nem látszik. 67 kiló vagyok.
Bizony. Édes burgonya sütve. Jó malackó vagyok. Mindenképp csak Amerika, jöhet szoba, vagy Ausztria is. Jó, Ausztria is, hol van mindegy. Ausztria? Csak vigyetek minket innen ki valahova. Menekítsetek ki. Hol van Ausztria? Ausztriába, Tina. Hát az oké, de az hol van? Közel van. Közel van? Á, nem jó, közel van. Még ha Ausztrália lenne, akkor így azt van, mondanám, akkor hogy... Így van, akkor még azt mondom, hogy megyek. Érted? Elmegyünk a kenguruk közé. Ausztráliába, a vadonba. Se Németország, mert közel van. Az enyém 5 literes. Jó, de hát most én magam, egy magamra... Elhajom, az valami vicc kategória. De ez most mivel fog javulni holnap? Á, hónapra nagyon szép, kirúgja magát, és nem lesz ilyen göndör, érted? Úgyhogy hónap nagyon pacek lesz a hajam, gyerekek. Ezt hova készülsz hónap? Majd ide a bódba, le. Ja. Sehova, hova készülnék, ugyan? Ja, van már, mindjárt kiviszünk a Bahamákra. Ó, az jó. Kellemes hetet nektek, te köszönjük szépen. Azt hittem húsvétot, azt olvastam, húsvétot. Nem soká húsvét, nem? Jaj, tényleg. Mentek locsolkodni? Majd teszek nektek egy-egy százast. Úgyis gyűjtöm ott a persejbe. Gyerekek, nem hova soká... megyünk nyaralni? Ne, hova megyünk? Izé, lesz mindjárt, farsangi bálok lesznek. Ukrajnába? Nem szeretnék oda. Mi a holnapi tervetek? Pedig nagyon jó dolgot lehet benne csinálni, nem zsíros. Meló, edzés, az biztos. Végét megnyomjam. Megnyomja. Aztán tovább nem tudom. Ja, elmegyek, megveszem az airfryert holnap. Edzés után. Aztán Romániában nézzünk el februárban, nagyon várom. Nekem olyan fura pixeles a kép, hogy a szemem sír. Szerintem sírsz. Nem soká lejön a játékom, 40. Nagyon jó, játszázolika vagy ki vagy, Lacika. Jaj, jaj, lassan farsang kugom keringőzik, de jó. Vannak még ezek a farsangi bálók, gyerekek, iskolákban? Mondanám, gyertek Angliába, de itt már olyan jó a helyzet, mint pár évvel ezelőtt. Nem vagy jó Anglia? Dubajba. De hogy megyek én Dubajba, mit csináljuk az öregek között? Spanyol, nem voltunk még Spanyolban. Na de mennék, bár lehet, hogy még... Kihavított el. Alanyába? Ja. Húsosan lesz a szülinapom, alig várom. Jó. Jaj, de megleplek a szülinapodon, nehogy ott legyek nálad, Krisztina, a házad Krisztina, előtt. Ha nem ízét varratok magamnak, öltönyt. Nálunk nincs. Na látod, ezt mondom, jobb ágyin semmi de nincsen. De miért? Tehát minden iskolában. Mert gyászos a polgármester. Mi most Ciprus szeretnék, de jó választás, Nóra. Amúgy majd bemegyek a polgármesterhöz, azt adok neki egy 20-ast. Ezt most komolyan mondom. Pikkelek rá. Ha nálok nem azt van. Csinálom, esküszöm, bemegyek a polgármester... Besenyőtek novodába és iskolába is van. Látod? Minden? Mindenhol van, csak jobb ágyin nincs. Ezt mondom neked. Ha van is, nem mehet bele a szülő. Nem mehet be a szülő. Köszönjük szépen, Ildikó. Vannak igen, csak drága, az a baj, de vannak még... Hát nem látok amúgy. Igen, kisfiam, azonban póker, a suliban is van farsak ki. Na látod, mindenhol van. Hát én nem tudom, jobb ágy nincsen sajnos. Nyáron kislány másfél éves lesz. Na de arra befizetek, hogy ha ti eljönnétek hozzám, szerintem el is álljunk. Mert... Na várjál! Mert, Krisztina... Polgármesternek ehhez mi köze? What? Tudok én dolgokat, ami adni akarok neki egy 20-ast. Nekem nagyon bejött alanya, így már negyedikre megyünk, ha jól alakul. De jó! Negyedjére. Én ma annyi szó nem mennék vissza egy... Én, látod, én már most törökben nem mennék. Mi most nem mennénk törökben. Néztük Tájföldet, néztük gyereket. Uff! Jó lesz ez a Csepel-szigetek is. Én már elkezdtem gyűjteni a pénzt rá. India. Engem nem érdekel. Égés a föld két ország, Ausztriában nagyon szeretünk élni, de majd összebeszélünk. Na jó, oké, oké. Na jó, van, majd írjál rám. Ne feledd szavadat, ahol én élek, itt sincs farsangi bár Nyíregyháza mellett. Hát igen. Hát ez lehet, hogy függ az anyagi helyzettől a iskolának, jaj, vagy nem mi tudom. Függ? Ne, mi? Hol? Hát nem tudom. Adjuk már ezt a függ ettől vagy attól. Olasz, görög. Olasz jöhet, arra Palermo, Szicília fele, oké, okay. Tájföld jól hangzik, olcsó, állítólag és szuper. Nagyon. Nagyon olcsó.
Nem hiszem, hogy attól függ. Nem tudom, Egyiptom is jó, Zanzibár is jó lett. De Egyiptomban nyáron nem jó, gyerekek, nagyon mert meleg rohadt meleg van, és nem tudsz kimenni a házból. Zanzibárban is nagyon meleg van nyáron. Azért akartok januárban menni, csak ugye bejött a költözés, az gatya. Még itt is van farsan, aki bár kint a franc. Tényleg? Na, még ott is, látod? Hol? Valamikor szeretném is, hogy elgyertek hozzánk. Tudod, Tina, ezt már beszéltük. Tudom, szívem, tudom. Ígérjük, hogy találkozni fogunk. Észben tartom, észben. Amúgy is szeretnék menni Romániába. Krisztinám, találkozni fogunk, nyugodj meg. Mindenféleképpen szeretnénk menni Romániába. Romák járnak csak az iskolába? Ott. Nem. Nem? Nem. De ja, és akkor azt hiszed, hogy azért nincsen? Biztos, hogy nem. Mikor én oda jártam, minden volt. Nagyszabású, farsangibál, keringő, minden. Rendes műsor. Még emlékszem, még a izék is mehettek, a felnőttek. Hát, hogyne? Még mi is izé, még Verebébe lejártunk, emlékszem. A farsangi? Igen, farsangi. Nagy izé volt. Persze. Nagy szó volt vidéken a farsangibál. Bizony. 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 Bizony, bizony, azt már nincsen. Nem jó az igazgató. Tájfokat, ma 70 éves, mint hogy elmenne nyugdíjba szegény. Valami szép hely külföldön, max. 2002 főne. Áááá! 200 ezerért belföldre nem mész el. 120 ezer egy izé. Korfus Józsákban most kötomból el. Ja, az, igen. Nálunk még olyan is volt, hogyha hogy megnyerted, akkor kaptál egy tortát. Hát mert olyan jó, igaz, 6 év alatt 4 volt káb, 6 év alatt 4. volt. 4 volt 6 év alatt. Az nem rossz statisztika. Szia, Vera. Gyönyörű bálok vannak. Győrben bálok vannak. Van, de nem tudok olvasni, nem látok el odáig. Nem tudunk síjjelni. Nem tudok sajnos. Se korcsolyázni. Pedig jó lenne egy sí paradicsomba elmenni. Itt is torta volt, nálunk nagy farsang van. Törökbe akartunk elmenni nyáron. Jó a török, csak már én már nem megyek oda. Nálunk mai napig a torta a fődíj tombolán. Na, de jó. Dobjátok a lájkokat Tinának. Hát de látod, nem nyomják. 219 van. Szia, Benny. 200 van. Mennyi, amiből elmész egy hétre külföldre? Dik, mik vannak a táskámban? Hát, kinder tojás. Hát, Júli, attól függ, hogy hova akarsz menni. Dindej tojás. De szerintem külföld, hát egy személyre, egy hét. Két főre. 6-700 ezer biztos. Zoli, csillagszórózhatok? Nem. Légy szíves, nem, csak fölgyú... ezt az egyet... Ne, fölgyújtod a lakást. Dehogy. Köszi, Dávid, görög szigetek is nagyon szépek. Igen. Tina. Na. Mit csinálsz? Ez ilyen világítós. Bevilágítok a fületbe. Nyisd ki a szádat. Függönyt néztetek már? Hát oda se nem viszel engemet. De gyújts meg. Légy szíves, Zoli! Abu Dhabi, de jó, Vivien. Persze, ott a Szotyikra. Hadd gyújjon be a Szotyi, hé. A legjobb helyen gyújtod. Na, Zoli, hadd szórja. Na, szórja. De hogy? De kéne vizet engedni. Minek? Á, Tina, de nagy vagy. Minek kell a víz? Nem ejted el? Jaj! Gyere, álébb! Naj, meggyújtsalak! De szép! Régen ezt miért tették a fára? Az felgyújt a fa. Jingle bell, boldog születésnapot! A jingle-vel vagy kívánjuk, boldog? Kívánjuk, hogy legy! De szép! Megnézem, forró-e. Semmi. De ti ezt otthon ne csináljátok, gyerekek. Büdös lesz utána. Mm. Olyan szép. Nézed, az rendes csillagok jönnek belőle. És most énekeljünk egyszerre mindenki. Fehér karácsony, úgy várunk rég, ha elmúlt a szeretet ünnepén. De szép volt, igaz? Nagyon szép volt. Ennyi volt? De olyan hamar elég amúgy. Tizet kéne meggyújtani egyszerre. Ja, persze.
Szerintetek az jó lenne? Nekünk a csillagszóra jelentette, hogy megjött a Jézuska. Igen. Igen, régen, igen. Emlékszem, mi is mindig gyújtottunk. Na, akkor most nekem miért nem engedted meg? Mert te képes vagy, hajlandó vagy mindenre, sajnos. De mi az a... Azért, mert én élek, érted? Mindent kipróbálok. Most mi van akkor? Hát mitől féljek én? Kitű? Ha még, és volt már úgy, hogy meggyújtottatok olyan tizet? Körülbelül? Szia, Brigi, engem a szomszédok sorozata. Nyugtató és csillagszóró, harmadik karácsony. Elmúlik karácsony. A szeretet ünnepért. Sziasztok, Tina, szeretném tőled megkérdezni, mivel is teszeded a perító gyógyszer tényleg? Igen, tényleg, de már nem szedem, csak amikor nagyon sovány volt. De büdös. Fingottam. Nem igaz. Majd behudgyozik este, Andi. Ne, mi? Mert aki gyújtogat, az behudgyozik. Amúgy ezt miért mondták régen, ezt a hülyeséget, hogy ne gyújtogassál, mert behudgyozol. Most be is húgyoztál. Dehogy! Nem. Én nem húgyoztam be. Nem emlékszek rá. Nem igaz, vicceltem. Nem fingottam. Ezt a hármat meggyújtsuk még. De olyan büdös, Tina. Aj, semmit nem engedel meg. A láng miatt igen, be fogsz húgyozni, ugye? Dehogy! Akkor aludjál külön, mert tiszta húgy leszel. Majd ízzél, majd egy zsákot odahúzok az ágyra. Na, légy szíves, meggyújtatom még ezt a hármat. Tűnös, a fáradt nagyon vicces. Nem vagyok fáradt. Pú, hogy ebből jön? Gyújtsd meg. Mind a hármat egyszer. Ó, Krisztina, ne! Légy szíves! Én is kiskoromban a kandallonnál szórakoztam, mindig mondta apa, hogy be fogok pisilni este, ha játszok a tűzzel. Ez a de három tényleg? Milyen szépet adna. Honnan van neked? Vettem? Hallott, Tina, nem tudom elhinni, hogy te 67 vagy. Annyi. De. Esküszöm, Krisztina. Annyi. A terembe is mérekezett, Krisztina. 67 kiló vagyok. Na, szóval, ha kiskorotokban tüzeskedtetek be, hogy gyóztatok utána? Nem, soha. De a nézőket kérdezem. 20-at gyújtottunk meg, nagyon szép volt, Zoli, adjál neki, nem bír viselkedni. Miért? Ne legyetek már így befeszülve, olyan vagy te is, mint ez az ember, de mindenem feszeskedik. Egyszer ez úgy megverem amúgy. Nem. Ne, ne csináld ezt, eltöröd a lábad, vigyázz a kezedre, elvágod magad, felgyújtod a házat, egész nap ezt hallod. Szerintem is gyújt meg, Tina, Zolika, én pisilni szoktam, jó? Nem húgyozni szoktál? Azt hiszi, még 3 éves kisgyerek vagyok, akit izmosodtam, ja. Hát sajnos vagy, ne legyél öreg, Zoli. Hát, tiszt öreg van. Hát, majd, ha kell hívni a 112-t, akkor de miért, ő nem gyúlnadsz ki, de? Miért gyúlnál meg ettől? Ja, aggódik, értem, hát persze. Hát igen, aggódok aha. Is. Na, hogy kárt tegyek a házba, inkább abba aggódik. Gyújtsd meg, ki parancsolta neked? Senki, úgyhogy meggyújtom mind a hármat. Vigyázz, mert megégel, gyere, állj meg! Nem, biztos, hogy de nem. Akkor megölsz, ha meggyullasz. Hát, na, vállald a következményt. Tudom, mint a Buddha. Mindent lehet, de vállald a következményeket. De és ha meggyúsz? Szia, Norbert testvérem, vigyázz rá, látszik, nagyon szeret. Lássuk. Persze, ti meg biztassátok. Ó, nem mind a három. Ó, de szép, igaz? Na, de énekeljél most már a fehér karácsony. Fehér, de nem! Ó, de szép, nézed! Nagyon nagy tűz van. Jaj, de szép! Hú, rendes meleg. Dehogy, hát a kezemre pattog, semmi baja nincs. Hát ez gyönyörű szép. Elfüstölt. De jó volt. Jaj, de szép! Jó szép volt, igaz? Lehet azért például, mert néha szemem. Olyan vagy, mint egy kis, pontosan, Vivien. Mi? Jaj, várjál, mert a szememre nem látok. Nincs már, Andi. Már szerintem. Mindenki énekeljen otthon. Már nincs, az a baj. Retro, csak az a rohadt büdös.
De nem látok, Zoli! Mert belenéztél azért. Azt a de rossz. Na, én megyek, sziasztok, jó. Mi is megyünk már mindjárt, gyerekek, mert reggel meló. Ó, a gyerekek, de nincs kedvem. Miért kell dolgozni amúgy? De bírtam, papi még kacsintott. Láttad, Szilvi? Tina, ezért behugyozol. Becsukod a szemmel. Nem látok már, akkor. De bírlak, bírlak, Tina, ha még egyszer összekerülünk, az uraink falnak mennek. De tényleg minden észol. Ha becsukod szemed, akkor várjál. Akkor nem látok. Ez mondta a kútás, hogy ez izé vírus. Ne is mondd, 6 nap meló lesz. Nekem csak 5, de... Ne, maradjatok még egy kicsit. De mennyi az idő? Nem alszotok még? Reggel, iskola, meló. Jó éjszakát, László, jó játszás neked. Cső, László. Farki is horkolna. Jaj, de szép vagy, szerelmem. Ó, még most se jött vissza a látásom teljesen, valami megsérült. Jaj, nekem is, de most komolyan mondom, örömmel megyek dolgozni. 4:20 kokja. Isten. Jaj, Isteneim. És még milyen fain vagy, hogy itt vagy velünk? Szörnyű. 10:30 van. Tényleg? Ó, még megfürdök, elalszok, lesz vagy éjfél. Mi nem megyünk, betegek vagyunk, szabadság van. Jó, ha betegség ne legyen. Inkább akkor mennyi dolgozni, ne legyél beteg. Én is 7 napból 7-et dolgozok, mert a kolléganőm beteg. Az igen, Vivien, kitartás neked. Jaj, milyen 5 kó keltek, azt még itt vagytok? És még én beszélek, én 6:30-kó kelek. Jó, van, nem mindenki izé. Micsoda? Takarító menedzser. Nem mindenki menedzser, Szandika. Vagy iradista menedzser. Én 8-ra megyek edzeni. Már reggel 8-ra? Én melló után megyek egyenesen. Holnap mit csinálunk, míg bolondom, míg Zoli dolgozik? Nem tudom, mit csináljunk. Szia, Tina, Zoli, nagyon szeretem a videót, soha nem hagyjátok abba. Köszönjük szépen, Balázs. Menedzser vagy te, én nem vagyok menedzser. Sajnálok, Zolika, miért nem? Na hát ez az. Nem, te igazad van, Szandi. Igazad van. Igazad van. Tina, hogy megy az új meló? Na, rájött egy újtogatás, Tinát menedzseled. Azt. Biztos, hogy nem. Engem nem kell. Nem jön a gyújt, minden... Zoli, ezt szoktam minden nap. Micsoda? Ezt. Nem, dehogy. Nem szoktam füstölőt gyújtani. A füstölőt, nem a csillagszóró. Nem, most én nem a... Ja, füstölőt, az mindennapos. Csillagszó. Van nekem már ne gyújtom, olyan erős. Amúgy meg, izé! Kezd veszélyes lenni Tina azzal a gyújtóval. Miért? Nem, mit akartam mondani? Ti azt hiszitek, valami 5 éves kisgyerek vagyok, vagy nem tudom, kihez hasonlítgatok. De az nem büdös. Ez de van, amikor már olyan erős, tudod? Itt... Ja, amúgy ez az igazi buddhistás, ez, és ez nagyon erős. Ennek nagyon már, főleg itt eszek, az, itt füstölök az orromba. Akkor mindig eltöröm itt, hogy ne füstöljön tovább. Reggel 17:30 délután 4-ig dolgozok, utána kezdem a házi munkát, 2 gyerek férjem. Hát, le a kalappal, Krisztina. Hogy bírod? Pfú. Mit, a füstölő? Valamikor erős. Így jó, ha egy kicsit megy. Melyik fajta füstölőt használod? Én a rendes buddha parkosat. De ez tényleg nagyon erős, és annak a füstölőnek mi az értelme? Ezt olvass utána, Beli. Szégyeld el magad, hogy nem tudod. Én nem foglalkozok vele. Én begyújtom, füstöltetem. Minden füstölnek van egy fura beütése. Milyen beütése? Hát mind más ízés. Mind a mi ízű. Más. Mi a helyzet a Buddha bácsival a szomszédban?
Hát jól van. Megtisztítja a lakást, hogy tudja az Andi. Bizony. És utána ki szoktad nyitni utána az ablakot, hogy kiengedjed a dolgokat? A gőzt. Tényleg? Nem viccelek. Tényleg úgy kell. Elfüstölteted, azt kinyitod az ablakot. Megenném most a tortát. Erős maró illata van, nem bírom sajnos. Sokáig én se. Én meg bírom. Egész napokat. Jó, van amelyik nem olyan erős, meg van amelyik ilyen. Mi, ezt most érzed nagyon? Hát... Nálam is minden tele buthával, stb. Gyertya csak azért tudom. Hallod, én egy gyertyát, azt a nagy lidülöset egy hét alatt elégetem. Igaz? Rendesen folyik az orrom, tőle meg köhögök akkor is. Akkor allergiás vagy rá. Nekem kanadiszos füstölöm. Az ópium az szokott lenni, nem? Mi az a kanadiszos? Kanadiszos. Farki, ne horkolj, már oda megyek és én is lefekszek. Ez ilyen Himalája ARTS. Tértisztító, nyugtató. Így van, Júlia. Biztos élőzik a izé. Zöld teás. Zöld tea illata van. Zöld tea. Mikor mentek a Buddha parkba? Csak áprilisban lesz nyitva, Keti. Legalábbis fönt a nagy izé. Zárva van. Ó, semmi, így már értem. Ó, olyan rossz felkelni reggel, gyerekek, fú. Mit csinálsz holnap, Tina? Hát megvár, én még jövök, eljön velem edzeni. Utána hazajövünk. Gyerekek, én megijedtem, mert itt nagy izom van. Nagyon csúnya, úgyhogy ezt el kell tüntetnem onnan. De hogy, Zoli? Haj, ne fárasztál már. De tényleg? De olyan izi vagy, máma, úgy utállak, máma, tégedet amúgy. De vannak olyan napjai, ami kibírhatatlan, ezt most komolyan mondom. De mi az, hogy oda jött? Az mi? Egy nap alatt? Ezt te miattad van, mert úgy jegyzettetel, mint egy manus tender. Mi vagy te, varázsló? Varázsolj már nekem is ide nagyobb izmokat. Ja, persze. Ugyanazt csináltassa velem, amit vele. Mare, hát, manusnak tesz ki engem. Hát ma nem. Ezért nem edzek. Nem csak lábazni ki. Lejön a standon, csak Google, meg lábazik. Nem, majd ilyen karom lesz, meg nagy csa izé, mellkasom. Ha akarnád, se lenne olyan. Jó, ahhoz van, évek te kellenek. Nagyon sokat tudod. Hú, gyerekek. 20 kilókkal izétet engem. Mit tegyél rá? Mit tehetsz rá, azt mondja. 25 kiló, érted? Azt mondja, hogy 10-szer csináljak 15-öt. Azt nő vagyok, érted? Akkor szerinted mindjárt megmutatom ezt az izmot. Na mutasd! Hogy? Az amúgy sem ellizom. Akkor mi ez? Vál, az vál. Válizom, olyan, mintha lenne rajtam egy melltartó, érted? Esküszöm. Ez igen, Andikám, meg majd lesz. Nyárra neki én annyi. Én mondtam lesz neki, menjen külön edzeni, engem hagyjon békén. Na, én megyek, beteszem magamnak a AirPodsomat, az Max Bedúr, ennyit, nem lesz nagy. Azt persze néző, mit csinálok, hol vagyok. Manusnő leszel, persze, tudom. Én 2 kilogrammal edzek. Nem, én 25-tel, meg 20-szal. Hol? Én nem edzek 25 kilóval várra, ne hülyéskedjél! Mi az a gép, amit mondtad, hogy csináljam, azt mondtad, az kevés, tegyek még rá 5-öt. 20 kiló volt, meg még 5-öt rátettem. Az hátazó mennyi volt. Mindegy az. Jó, Tina, erről hosszabban beszélni majd élőben, hogy miket használsz még úgy a buddhizmusról. Jó. Most tudod, mit akarok venni? Ilyen, és akkor így meg kell lütni az oldalát. De ne egy hima, máma! Ilyen bunkó! Na! Mi van veled? Mi? De mi az, hogy meg kell ütni az oldalát? Igen, érted? Ilyen. Várj, megmutatom. Nézzé, na, de nézd meg! Na! Ilyen. Igen. És van hozzá egy ütő. Igen. És így meg kell így ütni, így a tűnk, és ilyen hangot. És az mi lesz? Kész a kaja, vagy mi? Nem! Az egy rezgés, érted? Az egy pozitív rezgés. Ott volt apám, mondta hozzá. De az nem az, az nem olyan.
Nem tudom, hogy kész az ebéd, tudod? Hát akkor minek? Az ilyen rezgéseket bocsájt ki a hangjából, érted? Ilyen jó rezgéseket. Gong. Gong, az végre valaki, köszönöm szépen, igen. Zoli, ha akarsz valamit, igen, és ha én akarok valamit, akkor meg... Te ne akarjál semmit, jó? Kondér, dehogy? Hangtál? Nem. Vagy hangtál? Hangvilla. Neked a hangod is azt bocsájtja ki, jó rezgést. Az konga, nem? Dehogy? Milyen konga? Aj, mint aki nem tudja, azt megmutat. Miért a finátos? Amit apám mutatott ma, amit megizértél? Nem, amit a filmben láttunk, a nő, hogy meggyújtott a gyertyát, azt így beleütött, azt... Érted? Melyik film? Azt mondtad, hogy á, te tuti ilyet akarsz. Emlékszel rá? Nem. Az a pókos, amikor elrabolja urát, az a pók, tudod, a sikátorba. Az füstölőzött, eltűnt 20 évig. Jaj, jaj, tudod! Na. Jó. Na, olyat, érted? Olyat hol lehetne venni szerintem? Nem tudom. De mégis úgy. De hol? Nem tudom. Hát TikTokos tegnap mindenki felismert hangot, olyan kongása van. Azért ez mekkora volt, mi? Hallod, még az arcom nem is mutattam, csak beszéltem, és Tina, te vagy az, Tina, te vagy az, mind. Egy félkör vastag tál megütöd, és hosszabb hangot ad ki. Így van. Nem hangtál. Hogy miért? Most beírom ezt, most megkeresem. De hogy írjam be? Buddha Kong? Á, Buddha Kong. King Kong. Buddha Kongató, azt írtam be. Nagyon meg tud magyarázni minden szélvike. Buddha Kongató? De legalább nem... Mi az a Kongató? Alá engemet. Kongató. Itt van, tessék. Buddha Kongató. Látod, itt vannak, ott van. Ilyet szeretnék. Nem tudom, miből akkor mi a neve? Buddha Kongató. Most hiába nevettek amúgy. Az van 150 ezer. Tessék. Az a Kongató. Itt van, mi a neve? Buddha Kongató. Még 150 ezer. Máma, külön alszol, mert leszek azt itt tudi, a magadat. Egy 100 ezer biztos van, részből van. Ennyi. 10 ezer forint. Tessék. Új tibeti hangtál. Buddha Kongó. Nem tudom, kinek kongat. Mondom, kész az ebéd. Most tényleg most... És azt így kell körbe-körbe? Vagy hogy? Miért ez? Most miért játszod meg magad? De hol nem láttam még, mit csinálsz vele? Hú. De szép sütemény van. Hát még te milyen gyönyörű hát vagy. Most... Hú, de hányok tőled, már Istenem. Ez a haj, ez... a 12 év... Ez tiszta minyon. Esküszöm. Most megrendelem magamnak. Ha, de tudod, meg is mikor fogom. Repülsz a postással együtt, a futárral együtt. De várjál, mennyibe kerül ez? Álljatok, tibeti kongató. Mondom, vagy 150 ezer. Dehogy! Új tibeti hangtár, 9 sárga rész, jóga, meditáció, hangterápia. Figyeld. 10 ezer forint. És abban benne van a kongató? Igen, a kongató is benne van, minden. Nézd meg, itt van, nézd meg. 9. Az olyan kicsi? 9 centi, aha. Kevésből kicsit adnak, mondtam. Akkor neked miért lett olyan nagy a fejed? Abból sokat adtak. Ő még van 28 ezer is. Mondom én, majdik. Azt hiszed, kell neki a 10 ezres? Ez jó néz ki, ez 13 ezeré. 13? Figyelj, 13. Mire kell ez neked pontosan? Arra, hogy kongassam. Arra, hogy kongassam. De 125 ezeré is van itt. Na, ez 10 ezer, ezt megrendelhetem magamnak. Na, siessél. Előre kell fizetni? Nem, majd a posta, nézd meg, 9 ezer. De ez 8. olyan kicsi, Tina, 4,5 centi. És? Te normális vagy? Annak hangja se lesz. Te hülye vagy. Miért ne lenne hangja? Mutasd már róla a YouTube videót, hogy jó. Megkongassák, hogy hagyd tudja már, hogy milyen. Már mindjárt. Na, Szandi, gondold el. Várj, mondjad, kongató.
Nem úgy írom be, butha, buddhista, nem butha. Nem fizetek semmit előre. Nem kell az ő pénze, nyugodjatok meg. Van nekem fizetek. Is saját pénzem, csak majd úgy mondom. Mehet a futárral együtt. Csurika, de te is, amikor rendeled a szaros porjaidat, te majd is mehetsz. Bezárlak ide, azt akkor úgy, mint múlt héten. Itt van-e? Na, itt van. Na. Ezek nem hülyeség, nem felesleges kidobott pénze. Kinek mi a fontos? Majd téged is kidoblak, mikor fehérjéké meg mindeneké 50 ezreket oda dobálsz, meg én frájereké 30-akat. Én az egészségemét teszem. Na, én meg a én is az egészségi lelki állapotomét teszem. Na, kongatok én neked, de fazekat. De ne kongassál! Ilyen. Figyeld. Na. Ez hülyeség. Nem hülyeség. És ez a csillámos ez van? Ez benne látod? Van! Na. Ez ilyen van. Nézd. Ilyen hangot ad ki. Csodálatos, ugye? Ez nem azt csinál. Hogy? Ne idegesítsél tényleg, mert már felmegy a vérnyomásom jó. Tőled. Akkor mi a szar ez? Jó. Jó, rendeld meg. Hallottátok ezt a hangot? Ha nem azt csinálja, akkor nem tudom, mit csinálok veled. Na, figyelj, benne van a csilingelő is. És ezt hol nézted? Mit? Semmi között hozzá. Megfogom, ő hiába beszél nekem, mert engem mit érdekel, hogy ő mit beszéget. Majd a szomszéd megkongatja Tina. Az a pici Tina nem ezt fogja csinálni. Eltávolít minden negatív energiát. És akkor gyógyhangokat ad ki. Na, de ez egy zene. Hú! De ez egy zene. Mivel YouTube-on nyitod? Meg persze, hogy zene. Na, ilyen. Minél kicsit ütsz olyan nagyot, még nagyot. És ezt nem lehet berakni? YouTube-on is hallgatnád? Tényleg kezd el idegesíteni most majd már. Megidegesítelek én. Na. Ugyanezt küldte át manám a 3500 forint, de ez nem jó, mert kis hangot ad, én nagy hangosat akarok. Várjál, én annyit kérlek, Tina, a live-ba kongass vele. Kongatok. Várjál. Na, látod, mikre van energiája, Szandi? Na, ilyenekre van nekem energiája. Ez a fontos, és ne ezen viccelődjél, jó? Beszéljél másról, beszélj az edzésről. Ami fontos, nekem fontos. Na. Én se szólok, vagy te milyen szarokra adol ki több százezer, arról beszélgessél már a GBL-ről, a mondjuk. Mégis iszod ugyanúgy a fehérjét. Ó, sajnálod? De te mondod nekem. Azt mondja, veszek fel, azt ugyanúgy zabálja, mint én. Zen Garden Buddha. A másik, amit vettem ugye a hangprojektor, többet hallgassa, mint én. Úgyhogy... De ez csak 12 centi. Ez nagyon azt pici. Tudod, milyen kicsi? Ilyen pici. Hiába lázadsz, megrendelem magamnak. Csak mondom. Nem tudom, mennyi a szállítás. Na, leállni az Oliról, Olika vagyok. Ennyi szép testvérem. Szerinted melyik a legjobb íz? Szerintem mindegyik finom. Én a gyümölcsöseket nem szeretem. Verje, hát most felőlem verheti egész nap. Mit? Hát ezt a kongatod. Jó, gyerekek, nekem ez fontos, na! Kész! Én szeretnék egy ilyet, és meg is fogom venni magamnak. Na, annyian veszik, hogy el is fogyott. Na? És kinek fogsz ott kongatni, az Olinak? Lájka, ne üzzetek már belőle, úgy, ne kövessétek már ezt a csicskát, more! Na! Audira költsünk, jó sokat. Hát az. Nem mondok már inkább semmit. Na, meg is rendelem magamnak. Ha. Csak még ki kell választanom a megfelelőt. Uh-huh. Na, itt van ez 10 000 forint és 10... Várjál. Minőségi hangtálak. Buthás. 12 900. Itt van 8 000 forinté, tessék. Olyan halk lesz, Tina, hogy nem fogod hallani. Nem, mert nem a gagyit veszem meg, a jót veszem meg. Kong majd Zoli feje, és milyen vitaminokat, fehérjét szedtek.
Vitaminból mindenfélét. Fehérjéből a skytekes banános van. Ó, de szép, ez nagyon szép. Vagy inkább farkiéknak veszek nagy ágyat. Ha, hogy azt abba is beleszarja. Hagyd szarja tele, igaz édesem, nem érdekel. De ne disznózd már a kutyámat. Megöllek érte. A 8000-es biztos, hogy gagyi. Tina, minimum akkorát rendelj, mint egy kis tányér méret. Most ezt azt nézem, hogy 8 centi és 2 Tina, inkább velünk foglalkozz, de most ne kongjál. Várjatok már, gyerekek. De tartsa ő a frontot, ha ilyen nagy ember mindenbe beleszól. Lássátok? Veletek baszik ki. Az meg is lesz áldva a Buddha parkba. Na, nem hiszem, hogy van a Buddha parkba. Ott lent biztos, hogy van, csak nincs nyitva. A lentibe. Amúgy ezek milyen drágák. A marketplace-en nézd meg. Biztos, hogy nem. Jó, nekünk a ütött kopott is. De mi ez a Buddha Park? Hol van? Taron van a Buddha Park, Nógrád megyébe. Ó, még itt drágább. 19 ezer. 35 ezer. $52,000. Mondtam én. Megy ez még följebb. 25 ezer. 19 De az mit tud 50 ezerért? Beszélget veled. Visszasz kérdez. Megsüti a tortát? Ú, de ki vagyok ettől csávótól. Tina, miért nem kérdezed meg a szomszédot, hogy melyik érdemes? Amúgy igen. Az a baj, hogy mindig vannak nála gyerekek. Mind egész nap. Kérj időpontot. Meg is halna. Vegyél magadnak. Veszek is Erzsim magamnak. Nyugodj meg. Tudod, amit én eltervezek, azt úgy is megveszem. A Buddha szobrok és izét, hogy 20 ezeret kiadok érte darabjáit. Kit érdekel? Milyen áldás van rajtunk amúgy? Én ettől jól érzem magam. Kinek mi? Majd Mézieknek lesz kifutó szőnye. Ja, meg azt is összehugyozza, összeszarja. Meg új ágy lesz neki. Aha. Igen. Mióta megvannak ez a 10. ágyuk. Nem baj. Kérj időpontot az időpontért. Na, úgyhogy ennyi van, gyerekek. Ez az igazság, hogy ezt kell megvegyem magamnak. Majd. Érted? Csirának teszem a Zolit, rózsaszín, ágyneműt húzzak neki. Zoli kutyánk, vegyél te. Hát igen, vegyen ő a kutyának, így van. Be vagy rágva Mézikére? Nagyon, nagyon Nagy be vagyok. Én nagyon. Rád, tényleg. Tudjátok, mit csinál két napja? Fogd már be, és ne ordítsál. Na. Két napja azt csinálja, hogy nem jön ki abból az ágyból, beleszarik, érted? Azt ez meg, hagyjuk békén, szerintetek ez normális dolog? Igen. Hogy beleszarik a izé? Teremtsd meg neki azt, hogy ki tudjon ide jönni. Ki tud jönni, gyerekek, amikor zabálni akar, akkor ki tud jönni. Amikor itt van a Tincsi, ki tud jönni. Annyira lusta, hogy beleszarik az ágyba, és szegény Farki meg ott alszik vele. Szerintetek ezt hagyni kell? Most őszintén, nem gyerek ő? Mind, mert ez ennek ez a gyereke amúgy. Ő már 12 éves. Abba éri ki magát, ez a gyereke. Túl kényes, hát nyilvánvaló, hogy túl kényes. Hát takarítsad a szart, te nem meg... Én takarítom, én te takarítod. Nem, megmondtam, hogy nem. Akkor még szálljál le róla. Takarítottam azt, hogy 3 napja beleszarik az ágyba, gyerekek. 2 volt. 3-szor. És amúgy se az ágyba, hanem a takaróra. Mindegy. Van pelenka, persze, hogy van. Minden este le van téve. Igazán van a Tinának amúgy ebbe? Hát persze, hogy igazam van. Nehogy beteg legyen Mézike. Dehogy semmi baja. Eszik, iszik. Annyira lust, hogy arra kijöjjön, hogy pisíjen, érted? Vagy bármi. Beleszarik, more. Azt akkor, jaj, a Mézi! Van szőnyeg, gyerekek, van szőnyeg. Ha meg szőnyeget teszek le, arra szarik, meg arra húgyozik. Na szépen a Mézike, mert tínos idős. A Marinán tudod, hány szőnyeget öreg tettek már, tönkre? 12 éves lesz.
Tudod, hány szőnyeget tett tönkre a marinán? Ha nem vettem, vagy ötöt, a jóisten most verjen meg. Mindet dobáltam így kifele. Mindet. Nem beteg, semmi baja nincsen. Idős már, 12 éves. Olyan idős. De arra ki tud jönni, hogy egyen meg visszamenni? Nem szabad bántani, idős, ez egy rosszabb, egyre rossz. De adjad már, Andi, ezt az ő időséget. Mi, nyomorult a lábára, vagy mi? Amúgy meg talán le kéne vinni körülbelül 3-4-szer vagy 5-ször, és akkor nem fog befutni. De éjszaka honnan tudjad, hogy mikor szarik be? Mert éjszaka csinálja. Éjszaka szarik be, bele az ágyba. Igen, éjszaka. Nem nappal, mert nappal semmi. Le vannak hordozva gyerekek, reggel, délbe, este, ma most is levittük őket. Nem azzal van a baj, hogy nincsenek lehordva, hanem ilyen, hogy lusta kijönni, azt kint vécézni. Ha meg szőnyeget teszünk le, mi van a szőnyeggel? Kijön, arra rászalik, arra húgyozik. Hát szagoljad te a húgyszagot, meg a szarszagot. Hát persze, de így hogy neveled meg, ha nem hagyja? Hogy neveled meg? Áruld már el, mert ne, szegény Mézi. Nincs bántva. Egyáltalán nincs bántva. Soha nem is bántottuk őtet. Dehogy. Csak ő már annyira elkényeztette, hogy az ételt is tudod, mit csinál? Beviszi neki oda az ágy elé. Érted? De nem tud menni ezeken az izéken. De hiába figyeld, beszél. Nem tud menni. Nem. Na, most figyeld, nem tud menni. Fogd már meg. Nem tud te menni. Befejezed, mert nyakon vágla. Hagyd őt békén. Nem tud menni, ugye? Megmondtam, szállj le a Méziről. Nem tud menni. Na, fogadjunk, ki fog jönni. Hol van a jutalomfala? Nem tud menni. Gyere, nézi! Kit érdekel? Veszek 20 szőnyeget, 30-at, vagy 100-at. Gyere, gyere, Faki! Gyere, baba! Gyere, na, nézi. Figyelj itt! Figyelj! Gyere! Gyere, nézi! Gyere! Akkor csak várjál, kihozom. Tessék, figyelj! Ezzel mi történt? Elcsúszott. Tessék. Kell, fiam, egy. Figyeld, mindjárt megeszi, és be fog menni. Figyeld. Arra lusta, hogy felálljon enni. Arra lusta. Most is már mit csinálsz? Ott van bent a tárja. Idős már, és nem bír. Sziasztok. Hát most adjad már ezt fog enni valamit, megint kakálni fog. Nem fog. Hát én meg ezt nem viselem el. Eszeget magának. Látod, azt is fekve. Mézi! Mézi! Keresi a falatot, hely, hogy hol van még. Ezt rossz volt nézni, hogy kihoztad, Tina, nyugi már. Miért? Miért? Így szoktuk felvenni is. Nem így szoktuk felvenni, így, hanem így. Ez miért? Az anyja is. Nem direkt csinálja a kutyus, az tuti, nem gonoszak, és valahogy meg kell neki tanítani, hogy nem szabad. Na, Mézi, most mi bajod van? Most teszed magadat? Látod? Nézd meg! Nézd meg, hogy szétmegy a lába! Tessék! Lássátok? Nem tudom, hogy valami fura a lába. Ilyen? Nem bír azon egyáltalán menni? Nem! Hát még ma semmi baja nem volt. De! Azon bent egyáltalán nem bír menni. És nem hiszed el nekem. És hát ezt csin veszekszik a semmiért. Most se tud menni. De tud menni, hagyjad már őt békén. Add ide. Nem. Nem, megint visszajön neki a lábára az a izé. Hát tudod, az Oli is úgy veszi föl? Tedd le ide kintre. Nem, most jó, mert tart rá, tudod, tart. Innen na tudom, igen. Hogy jó neki, hogy tartsa. Mert ha nem tudná, akkor, akkor amikor beteg volt, akkor nem bírta tartani a lábát. Tedd már le az ágyra akkor. Látod? Na, Farki, hagyjad őt!
Bír, még azt mondom, még ezen is tud menni. De azért, mert nyaki gerinc sérülése volt. Valaki lejtette őt, anna odaadtuk valakinek, már nem tudom, dolgozni voltunk, lejtették, és azóta így van a kutya. Voltunk, több százezer forintot költöttünk rá. Több százezer forintot. Nem fogják, mert 12 éves, nem altatja el, elmondta az orvos. Megműti, azt mondta. Jó van. Oké. Nyaki gerinc sérülése volt, mert valaki lejtette őt háttal, és azóta van így a kutya. Ha több százezer forintunkban volt, gyerekek, az, hogy a Mézi járni tudjon. Több százezer forintunkban, érted? És még mindig nem az igazi. Ez nem az öregség, hogy öreg, azt nem tud kijönni. Na, mert most látod? Na, nincs baja, tud menni. Egyszerűen... Ilyen lusta, hogy alig... Nem, ki van kopva, mondta, ki van kopva a hátsó. Tudom, hogy nem altatnak idős kutyát, de neki hiába mondod el. Elmondta a doktor úr. Nem tudja megműteni, mert 12 látod, éves. Látod, a szőnyegen megy, de amúgy oda beteszed, és nem mer kijönni. Türelmes vagyok, csak amikor folyamatosan a szart mosod, érted? De kit érdekel? Veszek 100 szőnyeget. Hol érdekel engem? Hagyjál már! És nálunk a gyerek lesz, ugyanígy fogja elbaszni amúgy. Ugyanez lesz, mint a Mézivel volt. Ugyanez. Na, most milyen? Akkor fizikoterápia. Gyerekek, voltunk, az a gerinc specialistánál voltunk. 75-e, most nem, nézzétek meg. Gyere, babám. Gyere. Látod, és csak addig jön, ameddig a szőnyeg van. És nem mer ide kijönni. Gyere, Mézikém, gyere. Látod, inkább visszamegy. Ildikó, az a baj a futószőnyeggel, hogy rápisil, rákakél. Értitek? Ezért nem teszünk le sehova a szőnyeget. Na, akkor ne büntess Szid. Mézi. Sziasztok. Szia. Gyere már, baba, gyere. A másik albiba mászkál. Ott sem mászkáltat, ott is aludt egész nap. Nem emlékeztek rá? Ott sem ment sehova. Ugyanígy viselkedett, mint itt. Mert nem bírja tartani a betegsége miatt, én kutyámmal is ez volt. Majd kikészítitek egymást, jó zsaru, rossz zsaru. Persze, vigyázni kell rá, de ha még minden rá van hagyva, hozzászokik. Persze, azért csinálja ezt. Mindjárt kinyúl szegény kutya. Ne mondjál már ilyen hülyeségeket. Mi nyúlna ki? Attól, hogy a lába ilyen, attól még egészséges, nincs semmi bajuk. Hát igen, megértelek. De hogy ne, gyerekek? Mikor arra kelsz föl, hogy bűzlik az egész lakás a szarszaktól. Érted? Erre kelsz föl, és akkor naponta mosod a szart alóluk szó szerint. Jó, azért ne általánosítsa, nem minden nap. Nem, ezt kétszer, három napja kétszer csinálja. Kétszer volt, mióta ide költöztünk. Tina, nem lehet, hogy már nem tudja tartani, dehogy is. Nem. Bírja tartani a székletét. Én is egy évet takarítottam a kutyám után, nem bírta bár tartani. Büdös, és én is ezt csináltam. Hát persze. Persze, hogy büdös. Hát azt teszi, amit mi eszünk, és arra kelsz föl hajnalba, hogy tiszta szarszag minden, érted? Mert a farkival nincs gond, ha úgyis van, oda lerakok egy pelenkát, és akkor ő arra pisil. Ezzel jár az állattartás. Én tisztában vagyok vele. 12 éve kutyánk van. Csak ha ráhagyod, még rosszabb lesz. Tessék, most megy be. Figyeld. Most figyeld. Ja, tényleg nem tud menni. Se nem tud kijönni, se nem tud bemenni, ugye? Én vagyok a hülye. Van kutya pelenkájuk, ugye? De különös. Se bemenni nem tud, se kimenni. Akkor ez mégis hogy van? Látod, hogy megy? De mindegy, de kimegy, meg bemegy. Az a lényeg. Tessék, szép, lassan bemegy az ágyába, beleugrik. Azt hittem, ma ad a kakil. Na. Ki jön, bemegy, közlekedik. Na, tessék, most is megy magának be az ágyába.
Na, mindjárt befekszik, azt el lesz magának. Ennyi. Ennyi. Nem, itt tudjátok, hol lett elcseszve a Mézi? Amikor nyakigerincsérülése volt. Ott nagyon el lett baszva, elkényesztelve. Nagyon. Csori kiskutya, sajnálom. Tud menni, de rosszul még félsz. Fél, nem mert lejönni, gyerekek, hát fél. Viszont adni kell rá kutyapelenkát. Ha szőnyeg van, akkor még szaladgál is, körbe-körbe. Instabil a járása, igen. Hát ez már éve... Amikor úgy van, hogy a Szandékhoz is elviszik őket, ugye ott is nagy szőnyeg van, ott is mit csinál? Itt vagy, Szandi, ugye? Körbe-körbe szaladgál meg. Itt nem mer. Nagyon-nagyon lassan, csak óvatosan. Az anyjánál sem járkál, ott is alszik. Mindenhol alszik, folyamatosan. Minden, a Fótligeten mi volt? Ott is az volt, nem tud parkettán szegény menni, mert szétcsúszik a lába. Akkor már mit csináljak vele? Tina, ugyanígy kezdődött az én kutyámnál is, ez nem elcseszés, évről évre rosszabb lesz. Én is átmentem ezeken, takarítottam utána. Meg amúgy ne felejtsük már, hogy 12 éves a Mézi. 12 éves. Rendesen. Persze, hogy de lát rendesen. Lehet, hogy ez már olyan kor, mint te lennél 80 vagy 90 éves, és nem tudnál kimenni, és beszarnál. Megy a szőnyege? Nem, a szőnyegen megy, Szandi, nincs baj a szőnyeggel. Hát látod, itt is kim voltatok ezeken a kis izén, kijött a kis szőnyegekre. Hozzáteszem, ezt a szőnyeget már mostam. Azért vettem ilyen kis szőnyegeket, mert ezt csak beteszed a mosógépbe, és készen van. Nekünk is mopszunk van, kétszer volt, hogy nem bírt menni, sírva vittem az orvoshoz, nagyon hát rossz. Hát mi, persze, hogy rossz. Mi kb. 2 évet szenvedtünk a Mézivel, mire meggyógyították. 2 évet. Miért nem rakjátok? Mert oda jönnek, ahol mi alszunk, gyerekek. Most is kihoztam, hol vannak. Hiába, már bementek. Igen, hiába rakod őket ki, akkor is oda jönnek, ahol mi alszunk. De hogy van elsorvadva? Nem, ki van kopva ki a porc van, neki? Igen. De nem fáj neki, mondta az orvos. A bal hátsó lábán van a port, és azt kéne megműteni. De hát én meg már nem akarom műteni, gyerekek. Amúgy se vállalja el az orvos, elmondta. Már nem idős. Biztos, hogy fel kell. Fél, mert tényleg nagyon csúszik a kő. Persze. Most nekem nem ér annyit, hogy azt mondja az orvos, elnézést, nem kelt föl a kutyája. És én már nem akarom őt altatásnak kitenni. Az is baj, hogy keveset mozog, igen, de ő soha nem is mozgott sokat. De jó, hogy ilyen okosak vagytok, azt a mindenit. Könnyű kioktatni a másikat. Persze, türelmes vagyok, nyilvánvaló, de ti is kiborultok néha a gyereketektől, ha kijönt valamit, vagy bármi történik, nem? Szuper, nem kell itt párcát törni a másik felett. Ez meg a másik. Én szerintem megyek lassan aludni. Szia, Mária, köszönjük. Mi is megyünk egyébként már mindjárt. Tina elszívja, meg ilyenek, aztán megyünk. Nem a lakásváltozás miatt, nem. Azért ott is voltak egy-két balesetek. Most ez... De ott nem csinálta ez, Zoli. Soha. Dehogy nem, ott is volt. Adunk neki csirkelába. Szív útra megmutatja, hogy altatható. Én már nem merem, gyerekek. Miközben hozzá, hogy borul ki? Hát de én nem értem, még kell egyből támadni a másikat. Azért, mert kiborulok, mert beszarik? Hát nyilvánvaló, hogy kiborulok. Hát itt miért kell kiborulni? Benne van a pakliba, kész, kutyád van. Ezt bevállaltad. Lehet, hogy beszarik, föl kell takarítani utána. Valami kollagén cuccot kell. Ez gyerekek, csak műtét, megmondta az orvos. Igen. Hát hordjuk folyamatosan őt Dunakeszire, van egy orvosunk, folyamatosan ahhoz hordjuk őt vizsgálatra, megnézni a fogizéjét, mindig mindenét. Viszik ilyen kontrollra, hogy rosszabbodik-e. Én ma ágyat húztam a kisfiam, meg beöntött az ágyba poharat, viszek véletlenül, szóval vagyok én is imádom. Na ennyi, hát persze. Tina, nagyon feszült vagy, nagyon nem jó itt téged látni. Nem vagyok feszült, gyerekek, csak felhúzom magam. De felidegesítette magát. Na. Igen. Tényleg csak rosszabb lesz, én nem okos vagyok. Ezen átmentem, bár újra szedném a kakiát 10 év után. Nyilván, gyerekek, persze. Nem az, ez most nem az, hogy nehéz nagyon. Tina azért is ideges, mert aggódik érte, senki nem bántsa. Igen, ebbe igazad van, Tina. Hát persze. Nem is szóltam eddig, ez most jött föl témába.
Megértelek, Tina, vigyázzatok, nehogy elkapjanak valami fertőzést. Meg hát igen, félek, hogy a farki lenyalja a szart róla, vagy bármi. Igen, igen. De hogy büntessük? Miért büntetnénk? Soha nem üttünk rá semmi. Soha nem kaptak büntetést. Egyik kutya se. Mi nem ütjük őket. Fizikoterápiát még próbáljátok meg. Hát soha nem tudom. Vágtuk, soha nem büntettük őket. Semmi ilyesmi. Hát nyilvánvaló, hogy kutyák, és jó, oké, de már amikor kétszer arra kelsz föl, hogy tiszta büdös a ház. Nagyon jó helyen van. Hát persze. Hát persze, nem élne akkor 12 éve, ha nem nálunk lenne. Nem ezzel, meg így egészségileg nagyon rendben vannak. Ja, eszik, iszik, farki ezzel nincs is, probléma. Igen. Farki is nagyon egybe van. A Mézinek annyi, hogy a lába, mondom, volt egy nyaki gerinc sérülése. Gyerekek, hónapokig így volt a kutya. Így. Nem tudta megmozdítani a fejét. Jaj, most úgy csinálnak, mintha ti bántanátok őket. Épp ezért van így, mert el vannak. Így van. Így van. Úgy, ahogy mondod. Úgy, ahogy mondod. Kényes is a Mézi, nagyon, igen, nagyon kényes. Ha már nagyobb darabokba vágod a kaját, már nem eszi meg, például ilyen dolgok. Csak akkor eszi meg, ha ilyen picikre vágod neki. Persze tudom, kicsi a szája, meg kicsi a fogad, de hogyha... Én takarítok utána. Nem, engem nem érdekel, Krisztina. Mari, a Fótligeten is tudjátok, mennyi szőnyegem volt? Hát azért kellett fölvenni a nagy... Meséld már el, még kellett felszedni a nagy lila szőnyeget. Abba a farkid is hibás volt. De a Mézi egyszer belepisilt a Mézi, és a farki utána folyamatosan odajárt. Nem, azt szerettem, múlik mostanában, nekem is a macska kétszer bepisilt az ágyba, tehát kikészültem, de attól nyilván szeretem, de tudnia kell, mit szabad. Így van, így van. Mert nem ők parancsolnak nekünk, hanem mi vagyunk a gazdájuk. Mert ha ráhagyod, akkor ezt fogja csinálni folyamatosan. És ez nem jó dolog, hogy beszarik. Kedves, hogy kérlek szépen, ezt... most vedd már le a szép koszint. Most nem jó gyerek, mert be van gönderítve. Én igen. Zoli, annyira szereted látni rajtad, hogy nagyon tined, de te is nagyon lelkis vagy vele. Hát persze! Nem értem azokat, akik oktatnak szinte minden videóban, veszed nekik valamit. Legjobbat kívánom nektek is. És látjátok, gyerek? Köszönjük szépen. De igen, el vannak kényeztetve rendesen, az biztos. Ez ebbe két Mátyás Fanni ott a pont. Persze, úgy könnyű másikon felpálcát törni, meg ide jönni, okoskodni, írni, hogy ne így, ne úgy. Mindenki otthon a saját háza tájékán. Ez csak azoknak, akik itt próbálnak rajta okoskodni. Nem, ezt nem lehet eltűrni, gyerekek. Hát de amúgy meg nagyon sok mindent nem tudsz csinálni már vele, mert idős. Hát igen, na, tudom. Most mit csinálsz vele? Megverni, nem verheted? Dehogy, mi verném meg őt? Na, de akkor mit, nem tudsz vele mit csinálni, úgyhogy fölöslegesen idegesíted magad. Nem, erre valamit ki kell találni, valami megoldást. Nem tudsz mit kitalálni, nem tudsz. A gyerekekre is kiakad az ember, mégis szereti. Hát persze. Hát be, így van. Így, Tina, de már öreg a Mézi, valami oka van, ha az ágyba kaki, lehet új a környezet. Zoli, azért a gyerekkel ne legyél ennyire enge. Hát én ugyanezt mondtam. Én ugyanezt mondtam, hogyha lesz gyerekünk, mi meg fogjuk egymást ölni. Mert ő majd ő lesz az, aki egy szaros, elkényeztetett szar gyereket fog nevelni. És nem azért, mert rossz apa, hanem azért, mert mindent rá fog hagyni. Valami futószőnyeget kell. Oké, Szandi, veszek egy futószőnyeget. Tiszta szar, meg tiszta húgy lesz. Oké, rendben, megveszem. A lila nagy szőnyegemet anyósom 30 ezer évette nekünk. Tiszta húgy, tiszta szar volt. Ki kellett tenni, olyan a büdös volt a szőnyeg. Ilyen a gyerekek, de próbálnak változtatni. Akkor minek vegyek szőnyeget? Vagy minden hónapban vegyünk új szőnyeget, azt dobjuk ki. Akkor melyik hangtálat rendelted meg, kicsit vagy a nagyobbat? Még egyiket sem, mert lemerült a telefonom. Na, hál' Isten. Hát, 200, de megrendelem majd. De azért is rossz, mert a Tinára fog fújni a gyerek. Persze. Na, majd én leszek a rossz anyuka, ő lesz a jó. De abból biztos válás lesz. Jó, már Csóri, ne játsz magad. Zoli sokkal jobb ember, mint te, csak játszod magad. Jó, teszem.
De jó teszem, hagyj játszam magam, van kinek játszani. Lehet kapni rá pelenkát, egyik ismerősöm is ráadta neki. A mézire pelenkát? Hát a farki leszedi róla. Meg lerágja róla. Meg pici nagyon. De miért a pelenka sem megy ki? A pelenkára se, Szandi. A pelenkára se. Jó, most ez kétszer van, most ne úgy vegyétek, hogy ez mindig így van. Na most ez kétszer volt, igen. Nem fog fel. Hát kétszer. Tegnap meg tegnap előtt. Na, kétszer volt. Nyugalom, szívjátok. Hát én nyugodt vagyok. Hát ő izél. Őnek a vérnyomása 200. Nem 200, csak elmondom, ami zavar engem. Ennyi. De ha nem tudsz szövetve, vagy mit csinálsz? Jó, akkor hadd szarjon be az ágyba. Veszünk, hónap elmegyek, veszek 25 szőnyeget, lerakjuk, az jó van. Összeszarja a izéket, és amúgy se a ágyát szarja össze, hanem a takaróját. Jó, na akkor bedobom a gépbe, kimosom. Jó, oké. És ennyi, megszárad. Azért veszünk még vagy 29 szőnyeget, mindenhova lerakjuk. De most mit tudsz csinálni? Nem tudsz mit csinálni, most fölöslegesen idegeskedsz ezen. Hagyjál már! Nincsenek neki fájdalmai. Dehogy van? Hát akkor sírna, meg ja, nem enne, meg ilyenek. Eszik, olyan étvágya van, hogy mizé, meg iszik is. Vagy nem. Tudjátok, mennyit eszik amúgy? Jaj, a kutya meg a gyerek. Témában az interneten nem tudsz jót tenni. Így van, tudjuk, ezt ismerjük. Takarítson, én takarítok. Csak azoknak üzenem, hogy mindenki saját háza körül. Sziasztok, szia, takarítson. Szia. Nagy álszentek itt te, nagy sokan. Akkor a gyerekedre kiborulsz, akkor nem szereted? Vagy akkor eldobod? Vagy mit csinálsz? Hányszor egy gyerekre is kiborulsz, mikor olyat csinál, hogy már besokalsz a gyerektől? Persze, hogy neki jobban tudja föl. Hát persze, persze. Se kutya, se gyerek otthon. Itt osztani az észt, az a legkönnyebb. Én azt mondom, nyugodjatok meg, váltsunk témát, mikor lesz vlog. Hát most akinek ez tetszik, tetszik, akinek nem. De én irélem Zoli türelmét, nekem is sokszor eldurranna az elem. Hogy nem, Eli? Hogyne, gondold már el. Ez váló ó. Rászólsz a kutyára és állatkínzó, igen. Álszent emberek közben. Álszent emberek az közben hányan hagyják úgy szarosan a szőnyeget, meg hánynál bemész, az csak a húgyszagot érzed. Ha neki csapkodjuk a falhoz magunkat, akkor se lehet ezzel mit kezd. Sajnos idős szegényke, az enyém is ugyanezt csinálta. Így van, gyerekek, 12 éves. Ez olyan, mint a te lennél 80 éves. Túltolják sokan, igen, én közben ugyanez van náluk otthon. Kirát is kidobtam az udvarra. Akkor én nagyon rossz vagyok. Kirát is kidobom az udvarra, meg a gyerekekre is kiborulok. Hát igen. Hogy a csóri kutyát van valami oka, hogy nem megy kidegeskedéssel, nem mész semmire. De be kell dobni a gépbe. Ezt csinálom. Nem ízélek ennek a nagy teret amúgy. Nem, ez el lett kényeztetve. Ennyi az egész. Igen. Durván el van kényeztetve. Biztos, hogy el volt a mézi világ életébe. Mert volt úgy, hogy kis kanállal letettem, érted? Igen, évekig. Arra szoktatta, nem evett magától, mert tudod, mit csinált vele? Kis kanállal letette, mert ő a gyereket lássa benne. Szép és jó dolog, de megmondtam, ő nem egy ember, hanem egy állat. A családtagunk. És nem kell vele úgy viselkedni, mint egy kislánnyal. Kényeske. Nagyon. Nagyon. Mondom, évekig kiskanából letettük gyerekek. Évekig. A farkimmal semmi probléma. Simonetta olyan jó fiú. Lesz. Olyan jó kisfiú, olyan egy kellemes kisfiú, hogy azt el se lehet mondani. Oké, okay, Anikó. Na, komolyan. Itt az van például az ágy, semmi mozgása nincsen. Semmi az égvilágon. És hiába viszed le, megáll egy helybe, és nem megy sehova. Sehova nem megy, gyerekek. Hát meg most ráadásul ilyen mínuszok vannak. Tényleg igen. Annyira megy, hogy tényleg pisil. Vagy, kiviszed, pisil vagy egyet, már szalad és vissza. És már fut is vissza amúgy. Ennyi. Fut vissza, mert nagyon hideg van most tényleg, meg amúgy se. Nem? Amúgy se, nyáron is hiába mész vele nem, sétálni, mert... Egyből ez van. Már most tényleg nem. Valamelyik nap jó idő volt, ilyen plusz 5-6 volt, és vittem ma arra lejjebb a mézéket, már nagyon nem bír menni a mézi. Nem megy. Már nagyon nem bír. Nem az, hogy nem bír. De már nem bír, Tina. Megy, próbál jönni, és a két hátsó lába, vagy összecsuklik a két hátsó lába.
Hát azért holnap felhívom az orvost. Már nem, sokat nem bír. De az a baj, hogy úgyis azt fogja mondani, hogy műteni kell, és ő nem fogja megműteni. Nem mentek, hiába volt a Fort-ligeten. Hol használták az udvar? Nem. Amikor mi kimentünk, a Farki kijött. De azért a Farki kiszögdösött. A Farki, igen. Ő igen. Neked is lesz egy gyereked, annak a levegőt se kell venni, mert te fogsz, úgy van, mert... Az enyém is ezt csinálta, kivette, megállt egy helyben, fájnak már a lába, hogy 10 év, hogy kitartást hozzá, nyugodj meg, én mondom, akinek 16 éves volt, jó ét nektek. Jó ét, Andi. Jó ét, Andikám. Hát tudom, ez már korral is jár. Akkor már ezelőttől fogva ezt csinálta volna, ha kényeztetésről. Volt rá példa, Krisztina. Nagyon sok esetben volt rá példa. Rengetegszer. Fótligeten is ezt csinálta. Csak ott a szőnyegre húgyozott. Az élet kitéve, mert mindig kérdeztétek, hogy hol van a nagy lila szőnyeg. Mindig mit mondtunk? Felszedtük. Miért? Mert arra húgyozott, arra kakit. És büdös volt. Hiába takarította ki géppel, mert van nekünk takarítógép. Hiába takarította ki a géppel, ugyanúgy benne maradt a szag. Mi volt? 30 000-é egy évet nem használtunk. Érted? Mert ki kellett dobni. Hát néha, Szandi, igen. Nyáron talán. Nagyon néha. Ha lent kint voltunk, mondjuk naposztunk, vagy valami, akkor kijött, igen. De akkor is csak át egy helybe, vagy a hűvösre lefeküdt. És amúgy is soha nem volt ez a nagy sétás gyereke. Soha az életében a Mézi. A Mézi kicsi kora óta egy lusta, elkényeztetett. Kérdezd meg a doki. De már kérdeztük. Már nem most járunk ezzelhöz az orvoshoz. Mondom, azt mondta nekünk, hogy ezt műteni kellene neki. A bal hátsó lábam igen, szarakodik neki. De már nem akarja megműteni, mert 12 éves, értitek? Már idős hozzá. Az a baj. Mert ha megműteni, hát kit érdekel? Hát így is, mikor nyaki gerinc sérülése volt, több 100 000 forintot költöttünk rá, gyerekek. Bevittük őt, tehát a nyakspecialistához, azt mondta 75 000 forint, érted? 75 000. Bevittük, tört 2-t a nyakán, jó volt rá, egy hónap múlva megint beállt neki. Szóval ez a lába, ez. Igaz, a fogai is szépek, rendezettek. Igaz, de szanom. Jó éjszakát. A Farki az nagyon jó fiú, gyerekek. Ő nagyon. Semmi gond nincs vele. És ő is 8 éves, és ha azt nézed már kutyába, 8 év idős. Időske. Igaz, Taroskám? Azt olyan büdöset szarik, hogy arra kelsz föl éjszaka, érted? A szagra. Nem csóró, ő mi lenne csóró? Ahogy a Timcsi mondaná, ő mi? Ja, de síp, a mézes. Oda. Mert amúgy, ha megnézed, ha tartsa a lábát, akkor nincs semmi, persze, meg nem fáj neki. Nem fáj neki a lába. Igaz, édeszem. Az, nem, majd itt gyerekek, itt ha valami lesz a Mézivel, neki annyi, őt is temessük vele együtt. Ezt most mondom nektek. Őt is temessük el. Gyere ide, szerelmem, mert te meg itt árválkodol. Gyere, kincsem. Te okosabb vagy mindenkiné. Igaz, babója? De anya nevelte őt. Ő már az anya nevelése. Ő meg apa nevelése. Ő be nem húgyozna semmi pénzét. Hát nem is, igazság. Ó, nem. Hát nem is. Ne kezdjünk el egy következő vitát, jó? Nem is, itt az? Szerelmem. Te nagyon jó fiú vagy, igaz? Azt ő is tiszta kakis. Hát ezért a fél Farki is szép, nézed már. Ezért ő is világ eleje. Igaz, szerelmem? Itt az. Csak ő is tövér, látod? Milyen kis kövér. De próbálok rá odafigyelni. Farki is be fog húgyozni örökségére, csak szólok. Nem fog, igaz, fiam? Ő nem fog. Mindegyik kutya bepisibek a kilöregségükre, mindegyik. Besals majd nekem? Be, igen. Olyan... Besals? Igen. Minden csivava jelöl. De ő nem jelölget, nem. A Farki. Nem jelölős fajta egyébként. Ő nem jelöl, mert amikor San Diego-hoz is elvittük, és akkor ott volt náluk, semmit nem pisilt össze. Vagy amikor a mamiéknál van.
Ahogy az öreg emberek is. És ez az élet. Így van. Ez a séret. Én azért is nem haragszok a Maisie-re, esküszöm. Tényleg nem telt arról, hogy bepisil és bekakél. Oké, én értem. Rendben van. Többet nem... Jó, most Tina is máshogy fogja föl, én is máshogy fogom föl. Aztán ennyi. De én ne, én... Persze, mert én takarítok, nem ő, én. Én szedem össze én. A kakiát. Hát persze, megmondtam, hogy nem fogom. Szedd össze te. Egyszer megcsináltam, oké. Egyszer kiszedtem. Nem baj, idős már, szarok rá. Veszek neki 20 ágyat, vagy 30-at. Nem, hónap bemegyek, esküszöm a izébe, Józsefvárosira, veszek 10 szőnyeget, azt akkor jó van. Nem de ha ilyen... lássátok a szőnyegen a szart, úgy merjetek megszólni bármelyik őtök is. Nem, egy ilyen kifutó szőnyeget fogok venni neki. Igaz szerelmem. Ami kijön a szobából, teljesen ide a előszobába. Nézd, itt befogadom, ha való. Soha. Dehogy is. Most ez olyan, add már oda a testvéredet valakinek. Soha senki semennyi pénzt nem tudna adni. De most akár mennyit tudnál, akkor se adnám oda. Hát már az elején, mikor elsőnek vittük, még kicsi baba volt, vittük az állatorvoshoz, és azt mondta az egyik kereskedő, hogy ad érte akkoriban 120 ezer forintot, 12 évvel ezelőtt érte. Érted 120 ezeret, és nem adtuk oda. A farkit meg megmentettem. Kiejtett el a Maisie-t? Hát pontosan nem tudjuk, de még akkor fiatal volt. Akkor még pici baba volt a farra. De amikor Maisie. Itt volt a kakú, és a Maisie evett, ivott. Persze, az a nincsen baj. Az evés, tudod, mennyit teszik, mennyit iszik, ha beteg lenne, meg fájna neki valami. Megveszek én neki minden pástétomtól kezdve, a legfinomabb bizéket eszik, a virsliket. Nem is nagyon adunk neki kutyatápot. Odafigyelek, hogy magas hústartalmú virsli legyen, szóval nem az olcsót. Enni eszik, nincs baja. Lusta nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon lusta. Kutya. Ez itt a baj. De amikor itt voltak, akkor is a Maisie evett, ivott, de leginkább aludt. Hát, de ez kiskorától így van, Szandi. Ő mindig is ilyen alvós volt. Ölelgete, csókolgatod a Maisie-t. Miért nem? Miért vagy rá ennyire ideges? Nem az, hogy most ő fogja. Hát most, gyerekek, nehogy már azt mondjátok, hogy nem szeretem. De amúgy azt se tesz jót a lábainak, hány kiló. Most, hát igen, mert ez is mi volt, jó elhízlalta. Volt 2,5 kiló, 3 kiló is a Maisie már. Igen. Ő most fogyott le, nem olyan régen. A Maisie szerintem most ilyen 1,5 kiló lehet. Volt 2,5 kiló. És mit mondott az állatorvos? Ha nem fogyasztjuk le, rámegy a lába. Hát most a farkia sokkal nehezebb. Sokkal. Nem, már amúgy fogyott a farki, de fogyott már. Sokat azért. De azért van a kettő között. Hát nézd már meg a Maisie-t, meg a farkit, ugyanolyanok amúgy. Na, gázpalack volt. Igen, igaz, Móni, milyen kövér volt? Emlékszel rá? Úgy hívta mindenki, hogy gázpalack, mert a feje ilyen kicsi volt, a teste meg ilyen nagy kövér. Úgyhogy ezért a lába, ezért van a lába is így. Nagyon, nagyon, nagyon. Állandóan szarol. De miért nem tiltott ki? De kit? Milyen Simonetta? Nincs itt semmilyen Simonetta. Hanni profil. Nem vigyük, tudom, melyiket mondod szívem. Vigyük őket edzőterembe. Biztos minden vásárlás külön veszitek a kutyáknak a virslit, takarót, mindent megvesztek nekik, és a vidékre mentek. Hát persze! Persze, hogy visszük. Persze. Jó, csak úgy, hogy megyünk, meg jövünk, akkor nem, mert nem teszem ki őket, mert fáznak. Szerintem nem rólad beszél, Fanni. Ti nem puszilgasd meg a Maisie-két. Hát megpuszol. Mi azt hiszitek, hogy én miért nem ölelgetem, de... nem csókolgatom? Nehogy már azt mondjátok, hogy én a Maisie-t nem szeretem. Ne úgy adjátok elő, mert ezt nem szeretem. Igen, ő jobban Maisie-s, de ez így volt a legelején. Ő magának vette a Maisie-t. Ő kijelentette, hogyha mi szét is megyünk, a Maisie-höz semmi közöm. Így kijelentette gyerekek. Teljesen az ő nevelése a Maisie. A farki az én nevelésem már. Ő teljesen az én nevelésem. Teljes mértékben. A Maisie meg az ő nevelése. Mert ő vette saját magának. Ez igaz, na ennyi.
Ő kényeztette el, ő hízlalta el, stb. Stb. Gyerekek, tudod, mit csinált? Csipsze letette. Mikor kicsi volt, adjál már neki kicsit, törte neki a szotyit, joghurtokat bontott ki, adta oda neki. Mit csodálkozunk? Nem kell csodálkozni, a farki nem is eszik édességet, meg nem enni semmi pénzi, de ennek a fogait megnézhetitek. Hát jó, másfajta kutya, hát most... Én nem adok neki csokit, meg édességet, meg chipseket. A Mézi nagyon szereti a chipset, imádja. Ez nem igaz, mindig komment. Jó, ne vitázzatok már, gyerekek. Igaz, Mézesem, ne vitázzatok. Ugyanúgy szeretem a Mézit, ugyanúgy babázzuk mind a kettőt. Azért ne tessél, a túlzásban amaz is kényes. Nem, a farki nem. Még kényes a farki? Mi nem? Hát mikor fel nem úgy veszed föl, nyikorog, igen, de amúgy nem kényes. Minden megeszik amúgy. Nekik is van egy természetük. Hát igen. Farki nem kényes. Én nem veszem észre, hogy kényes. Nem szabad édességet adni. Nem, évek óta nem kap édességet. Már nem eszik, de régen evett, előszeretettel. Hát régen, amikor fiatal volt, de akkor se. Tudtam én, hogy csokit nem szabad, ugye, hát minél magasabb... Egyszer mentünk haza, képzeljétek el, ott hagyta a chipset az ágyba. És te hagytad ott a chipset? Nem, te etted azt a chipset. Jó, igen, én ettem, biztos, mindig is nagy chipsbe abbáló voltam. Na mindegy, ott maradt egy fél csomag chips az ágyba. Tudod, mi történt? Megette a fél csomaggal, lent volt a földön kóla, és megitta. Megevett egy fél csomag chipset, és megitta a kólát. Először nem bírta abba hagyni. Meg tudod, mit csinált? A tájába öntött kólát, és nem bírta abba hagyni az ivást. Utána nézek, Pixi. Képzeljétek el, hogy nem bírja abba hagyni. Ha kólát érez, nem bírja abba hagyni. Na. De már nagyon-nagyon rég volt, jó, nem most igen, volt. Nem most, nyilván. Még az első albérletünkben. Ugye, amikor a Fótiba. Még amikor pici volt. Na, mekkora forma, na látod? A tájába kólá, hallott, kirázta a szénsavat a kólából, megmutattam, figyeld. Kirázta így a szénsavat, az beleöntött a tájába, hogy hagyj igyon kólá. Olyan egyedi profilja van. Tehát igen, a Mézi. A Mézi igen. Az örök kisbaba. Az arca is. De mi a farkinak is, nem? Vagy ő látszik, hogy 8 éves amúgy. Hát ez ilyen kölyök fejű a Mézi. Ő alma fejű. Amúgy ők különböznek. Nekem a nyuszi imádja a chipset. Na, úgyhogy voltak sztorik már nálunk, az biztos. És kerestük a Mézit, és mit húzolikám, tényleg el lett. Nagyon. A Mézi nagyon. Mondom, rendesen gyerekként neveli. Neveltük. Velünk aludt éveken keresztül. Hány évig aludt velünk? Nagyon sokat. Mi? De, ahogy a farki meglett, utána már nem sok idő volt. Tényleg, farki, mint a mosolyogna. Amúgy, igen, mindig ugye? Úgy áll a szája, mint hogyha mosolyogna. Jaj, de sejtem őt. Nekem két cicám van, mégis teljesen mások, minden állat persze, más. Persze, más, igen. Ő nem pisíne be amúgy, soha ágyba se. Mézi bepisít a ágyba is régen. Na azért a farki is el van kapott. Miért? Miért mondod ezt? Adjál, elfogult a farkival. Ő semmit nem csinál. Nem. Ő a legjobb kutya, minden. Farki, mint aki... Nem mondt épp. De ugye én hasonlítok a Mézivel. Mézi, kis cuki, nézd, hogy az öletbe, hogy alszik. Mert tudja, hogy ő az úr. Hát nem. De, nem. Nem, azért veri meg a Mézi őt. Azt mondom. Amíg ott van köztetek, nézzétek el. Elnézzük, Erika, nem erről van a szó, csak felidegesített, ennyi. Kis nyelve, hogy kint van a farkina. De amúgy eznek mindig kint van a nyelve. Cseréljenek. Ad, tessék. De ez tényleg egy mázsás, ez a kuta. Téred. Ez egy kuta kis. Amúgy mutasd meg, mennyivel kisebb a Mézi. Várjatok. Hoppá, semmi baj. Nézzétek meg.
Amúgy nem sokkal kisebb. Nézd meg! De viszont meg. Kilóba sokkal nehezebb a farki. Besarsméd. Besarsméd. Te bújó malac. De le vannak pixi víve. Le vannak. De, le. Egy nap négyszer is le vannak víve. Csak ugye 3 percig tart, kakini már nem ér rá, mert nem, fázik. Igen, nagyon hideg van. Érted? És nem kakil, csak pisil. Egy hónapokon. Azt úgy fogja, mint egy gyereket. Arszik. Majd fogsz te még sírni, hogy szednéd a kakiját. Majd fogsz te még. Nem, egy helyről vettük őket. Én a farkit megmentettem. Nekem 2 kilós a tacsim, nem egyszerű. Nincsenek ruhájuk, de van, nem viselik el magukon. De nem hagyja, hogy ráadjam. De édes, hogy oda van bújva. Na jó, a gyerekek, mi meg lassan elköszönünk, jó? Mézeském. Ilyen gerinc megebítő nincs kutyáknak. Te olyan, mint egy anya, ha ideges ránk, mi vagyunk a legrosszabb gyerekek a világon, olyankor a világ menne tőlünk, de 2 perc és elfelejt ismét. Hát persze, minden szülő ilyen, megharagszik a gyerekére, de addig tart. Utálja ruhát a Gizi, nem szeretik. A Mézire rádol, és egy helybe áll. Nem tud vele mit. Mert az elején nem hagy, én pórásat tettünk rájuk soha. Nem, ezeken nem, soha nem látták pórászt. Hova teszel ezekre a cseppkutyákra pórászt? Hova? Ne. Nem azért, csak hogy hagyd menjen már befelé. Fú, de tiszta szőr az arcom. Azt kéne nekünk már gyerek. Egy normális, igazi. Hámot vettem, az jó. Ami még az se. Amúgy soha. Van nekik hám, meg ruhájuk is van. De az Oli az elején nem hagyta, hogy öltöztessem őket, és... Hát ez van belőle. Mert ugye, hogyha levinnénk őket, és felöltöztetnénk, én vettem rájuk zoknit is. Ezt a kutya zoknit, tudod? Hogyha télen hideg van, fázik a lábuk, akkor ráadjam. Szerinted meddig volt rajtuk? Sem eddig. Mondom, a Mézivel semmit nem lehet csinálni. Van nekik. Csak azt sem tudom amúgy, hova lett a Mézinek a kutya ruhája, meg a farkié. Valamelyik zsákban van. Hát a Mézinek olyan kabátja van, ami itt galléros, szőrös és ilyen terepmintás rózsaszín. A farkinak meg kötött. Meg volt nekik, lesz bali, amikor Zoli majd minden megenged. Hát persze, csak ő nem egy kutya lesz a gyerek. Gyerekek, ez nem jó, hogy az apa ezt mondja a gyereknek, az anya meg mást mond a gyereknek. Érted? Ez nem jó, mert köztetek is vitát szít. Ti összevesztek az apával, aki anya meg az apa összeveszik. A gyerek meg izékbe érzi magát, nyeregbe. Értitek? Ez nem jó. Ennek a vége vagy az, hogy elváltok, vagy egy olyan gyereket neveltek, aki vagy anya ellenes lesz, vagy apa ellenes. Érted? Mert az, hogy én azt fogom mondani neki, hogy már pedig nem, ha beledög lesz, akkor se, és ő azt fogja mondani, hogy igen, akkor az én szavam semmit nem fog érni a gyereknek, gyerekek. Ez nem így működik. Vagy senkire nem figyel, igen, ez a kettő. Vagy mi megöljük egymást a gyerek miatt. Ez így van, tisztában vagyok vele, Merci, már tapasztaltunk a kutyákból. Ez nem jó, hogy az egyik, az apa azt mondja, hogy már pedig igen, az anya meg azt mondja, hogy már pedig nem, és a gyerek, apánál bármit elérek, anya hiába beszél nekem. Csak ez sok szülő nem méri fel. Nincs. Ha azt mondja az anya, vagy azt mondja az apa, hogy nem, akkor az anya is azt mondja, hogy nem. Ennyi. Vagy ha én azt mondom, menjél, kérdezd meg apádat, hogy mit szól hozzá, akkor oké. Ha is azt mondja az apja, hogy figyelj, gyerek, fogd meg magad és menjél, akkor megyünk, mert én azt mondtam, hogy kérdezd meg apádat. És ha ő elengedte, akkor elengedte. De ha én azt mondom, hogy nem megy, és ő azt mondja, hogy már pedig megy, hát én megölöm őt. Ennyi. Apa, király, hát azt majd meglátjuk. Ennyi. Szerintem egy kapcsolatban egyenrangúság van, nem izé. Ja, azért meg kolbászló galattunk, akkor ő a király. Na.
Hát persze, Anikó, Tinus, te nagyon határozott vagy, így van, így van. Én nagyon. És ha valamiben nem értünk egyet, én akkor se hagyom magam. Már én láthatjátok, sem. Hogy milyen. Ezért veszekedünk. Igazad van, Tina, a másik szülőnek nem lesz tekintélye. Hát hogy ne, gyerekek? És ezt próbálom neki még az elején is elmagyarázni, hogy ne legyen ez köztünk, mert annak válás lesz a vége. Válás lesz ennek a vége, hogyha egy anya vitatkozik. Gyerekek, napi szinten a gyerekeitekből vitatkoztok. Napi szinten azért ölitek egymást, mert te B-t mondasz, az anya meg A-t mond. És ki issza meg a levét? Te vagy az urad. Aki A-t mond, az mondjon B-t is. Na mondd, majd meghalsz. Rád megyek. Rátszaladok. Jogos, Tina. Hát persze. Mert ha nekem azt mondta anyu, hogy menjél kérdezz meg apádat, és azt mondta nekem apu, hogy nem, akkor nem. Miért? De ha azt mondta, menjél, akkor megyek. Megmondta, hogy 10-re érjél haza, kész, vége. Nem kell elválni, ha megölöd. Hát az biztos. Az biztos. Egy gyerek már az nagy, az nem egy állat. Egy gyerek nem egy állat, gyerekek. Mert oké, a mézibe sok mindent ráhagytam, tény és való, el is csesztük ezt az egészet, de tanultunk belőle, de gyereket nem fogom. Rendelj a temuról. És pedig ez nálunk így lesz, gyerekek, én már ezt most látom. Én dehogy hagyom. Attól, amikor csendes vagyok, én nem hagyom magam. Na, csak gondoljátok, hogy ő kis ízi alamuszi-nyuszi. Egyáltalán nem. Az, hogy most ti, amit láttok, az csak egy dolog. De én élek vele, én tudom, hogy milyen. És milyen? Van jó oldalad is, meg rossz is. Mind a kettő van benne amúgy. Mert most csak előttetek kis aranyos. Nem teszem magam senki. Nem, tény és való, nem. De azért, ha felbosszantsa magát, akkor... Hát jó, de ki nem? Hát ez most ezzel mindenki így van szerintem. Most hagyni nem fogom magam. Terrorista amúgy egy kicsit, igen. Igen. Ha nem az van, amit ő akar, úristen. Bizony. Gyerekek, egy kapcsolat is kompromisszumokból áll, érted? Hát persze, Szilvi, ő egy angyal, amikor alszik. Így, látod, de Szilvi az ismer. Mindenkinek van Tina. Én ezt nem mondtam, hogy nem. Senki nem volt tökéletes, szerintem. És nem is lesz. Ne is legyen. Nem erről szól egy dolog. Angyal, persze. Nem egy angyal. Nem erről van a szó, de sok esetben úgy tesztek, hogy én parancsolok, meg egy véleménnyel vagyok veled, Tina. Köszönöm. Így van. Nem, ő semennyire nem papucs, mert ő amit nem akar megcsinálni, és ha belepusztulok, akkor sem. Akkor sem. Például nem tetszik neki, ha én elmegyek valahova egyedül. Például ez se tetszik neki. Én saját anyámhoz nem megyek le egyedül, mert ha lemennék, tuti, hogy vitatkozna velem, veszekedne velem. Én egyik kötőkkel se tudnék élni. Na, ennyi, ott az igazság. Hát mi se veled? Biztos vagyok benne. Jó szülők lesznek, nem lesz probléma, két jó embernek csak jó probléma. Hát nem az, gyerekek. Minden ember hibázik, minden ember mond hülyeséget, ez az amaz, érted, felidegeskedik, stb. Ez az élet rendje. Na de akkor működik az egész, kompromisszumok vannak, és mindketten így teszünk van. Érte. Így van. De azért megcsinál neked mindent, Tina. Ez oda-vissza. Miért én nem csinálok meg neki semmit? De. Vagy mi? Szóval melyik nő az, aki ugyanúgy diétás ételeket odaáll, és minden nap megfőzi az urának? Megfőzi, ez biztos. Tiszta házra jön haza. Tiszta ruhára. Csak be kell feküdni az ágyba, mert az, hogy ő elmegy dolgozni, azon kívül semmi munkája nincsen. Semmi. Érted? Én is mindent megcsinálok neki. Mert az megint más, ha az lenne, hogy én semmit nem csinálok, egész nap fekszek itthon, nem főzök, nem takarítok, nem csinálok semmit. Csak festem magam egész nap. Akkor azt mondom, hogy igen. De nem így van. Ez oda-vissza megy. Lesz, ha ő köcsög velem, én is köcsög vagyok vele. Ha ő normális velem, én is normális vagyok vele. Gyerekek, én minden nap, amit kér, én azt megfőzöm. Keszke káposzta. Érted? Ha ő azt mondja, nekem csirke mellett enne hagymáson, oda rakom a csirke mellett. Ennyi.
Mit főzzel holnap nekem? Azért vagytok együtt ennyi ideje. Persze. Te is egy jó asszonyka vagy, nem kétség. Hát igen. Nyilván. Hát igen, Tina, sok nő olyan, hogy pingálja magát. Hát igen. Én reggel felkelek, nekem tudod, mi az első? Rendbe rakom a kis házat, kitakarítok. Mikor ő már megmondja, például megveszem előtte a hozzávalót, a főznivalót, megmondja, mit tenne, mire hazajön, kész a kaja? Kész a kaja. Megmossa a kezét. Már hív a munkából, hogy megfőzök, mire hazajössz? Hazajön, megfürdik, elé teszem normálisan az ételt, mint egy asszony, befekszik az ágyba, pihen magának. És nincs az, hogy Zoli, de vigyél már ide, de vigyél már vásárolni, meg ilyenek. Jó, hát megyünk, csak már kicsit pihenek utána, tudod, edzés, utána kicsit ledőlök, megiszom a turmixomat, és akkor megyünk utána mi délután. De tényleg mire és nem azért jön velem vásárolni, mert én könyörgök neki, hogy vigyél el vásárolni, gyere ide. Sokszor én mondom. Ő az. Gyere, Tina, elmegyünk az Ázsiába, megnézzük, mi van. Például. Nagyon sokszor ő az, aki mondja. Tina, ez egy normális, csak nem mindenki normális. Igen. Csak ti azt látjátok, amit a videóban láttok. Mindent megcsinál, és minden vidéki családja mellé is ott van 100%-ban, és mégis YouTube-odik, Tina, nagyon jó vagy. Ne szakadjon ennyi gondolok senkire, mint ami rám van szakadva nap, mint nap. Attól, hogy rendes az ember nem lehet gazdag. Most ki beszélt itt a gazdagságról? Nekem nagyon sok minden van rajtam, gyerekek. Csak az, hogy én nem mondom, nem panaszkodok nektek. Néha kell tányit. Ott a családom, édesanyám, édesapám, akiről naponta gondoskodni kell. Például. Értitek? Jó van, Ferenc, örülök neki. Ezért nem fogok vele összeveszni. Ez ketten vagyunk egyet. Te őt kedveled jobban, más engem kedvel jobban. Van, aki mind a ketten egyformán szerettek minket. Yes. Mi egy családból származunk. Azért nem fogok megharagudni, mert te jobban kedveled a Zoli. Hála jó Istennek, hogy megtaláltad benne azt, ami neked tetszik. Ez egy YouTube csatorna nem csak rólam szól. Ez róla is szól, ugyanúgy. Köszönöm, Nóra. Nóra. Köszönjük szépen. Azért mondom, hogy de hidd el, ha én nem YouTube-oznak, ő se lenne fönt, és ő nem live-ozna nektek. Ő nem videózna egyedül nektek. Motivált rajtam, és mióta követlek titeket. Hát igen. De hát a videóban az is lejön, hogy te mennyi mindent csinálsz, őszinte leszek, nagyon motivál rajtam is, mióta követlek. Nagyon sok minden van rajtam, gyerekek. Nagyon-nagyon sok minden nem van rajtam. Nem kikapcsolni a telefon? Csak azért, mert nem panaszkodok nektek. Szia, Mónika. Igen, késő este. Tényleg mennyi már az idő? Szerintem lassan húzunk, Tina. Ez én egyiket sem bírom. Nagyon jók vagytok együtt, mindketten aranyosan. Én is titeket együtt kedvellek, jók vagytok. Köszönjük, Zolikám. Együtt vagytok egy egészek, szuperek vagytok. Köszönjük szépen. Hát azért mondom, hogy én most azért nem haragszok meg, ha mondjuk te Zoli jobban szereted. Hát akkor én mennyien megharagudnák, hogy vagy, a Tinát szeretik. Hát nagyon sok párkapcsolatban van az a probléma, hogy irigyek egymásra. Hát az nagyon csúnya dolog. Érted? Hogy irigyek egymásra, hogy te most téged jobban szeretnek, neked jobban adna, meg ízé, gyerekek, ketten vagyunk egyek, a jó Isten áldjon meg. Szép lenne, ha féltékeny lennék én a saját uramra. Én nagyon örülök neki, hogy szeretitek a Tinát. Akkor most legyek izé, jaj, Tina, látod, téged szeretnek. Nem is működne így a kapcsolatunk, nyilvánvaló. Ő neki, ha ír egy lány is, vagy egy-két néző, én nem kezdek el vele veszekedni, te most mérsz ezzel a nővel, de hogy mérsz vissza azzal, annak a nőnek. Mennyinek segítek edzés terén? Hány, de gyerekek, étkezés. Több száz nő írogat a férjemnek, több száz nő. És én nem csinálok belőle problémát, hogy te most ennek miért írsz? Te ennek most miért segíted? Te most miért tudod másmit csinálna? Csak nézd magadba, és gondolkodj el azon, ha több száz nő írogatna a férjednek, és teljesen mindegy, hogy miért ír az uraddal. De írnak, vagy írnak. És én soha nem szólok ilyen dolgokért, gyerekek. Hisz tudom azt, hogy ti szeretitek a Zolit. És nem kezdek el féltékenykedni, hogy most ennek a jó csajnak miért írtál vissza, vagy annak miért írsz vissza. Szia, Krisztina! Nem vagyok féltékeny típus. Mi is megyünk, az ennyi, hogy ti együtt fejlődtök. Ennyi? Így van. Így van. Azért mondom, hogy sok elbaszott kapcsolat van itt, úgyhogy... Jaj, gyerekek, lehetne rövitázni reggelig. Neked is, nekem nincsen sok hódolom. Elmondom neked, hogy nekem nem sok férfi írogat, gyerekek. Mert tiszteletbe tartják a férjemet. Ja. Nagy, mi írogatnak nekem manusok?
Nekem egyáltalán nem. Jó, de nekem is inkább a étrend miatt, az edzés. Jó, hát volt rá példa, hogy mesztelen küldték el magukat, meg még azért mondhatnák nektek egy pár gusztustalan dolgot, hogy egy-két nő, a kikotort nők milyenek. Én is kiakadnék, na látod, ezt mondom, Fanni, hogy nagyon-nagyon sok, és megbeszéltük a legelején, ő nem ír nővel, én nem írok pasival, de tudom, hogy szükségetek van arra, hogy adjon nektek tanácsot ebbe vagy abba. Ha pedig ő azt az utat választja, hogy lesz neki más vagy valami, hát akkor gyerekek, lépjetek tovább. Ennyi. Itt nem kell félteni az embert. Ha el akar menni, úgyis el fog menni. Így van. Hát attól függetlenül ott van egy gomnyomás, átjelentkezik a én az övébe, ő az enyémbe messengerbe, úgyhogy nálunk nincsen ilyen izé. Igen. De azért mondom, de Zoli, más nő nem engedné meg ezt neked, hogy írogassál mással. Mi most őszintén, gyerekek, tegyük a szívünkre a kezünket. Mert már itt tudnák egy-két példát felhozni, még barátok között is. Értitek? Tudnák felhozni dolgokat, de nem fogok. Na, én nem engedném. Na, hány nő engedné meg, hogy az ura idegen nőkkel írogasson? Teljesen mindegy, hogy milyen téren. Nagyon sokan nem. Nagyon sokan nem. És én nem szólok neki ilyen dolgok. Mi ilyenek, én nem veszekedünk. Na, látod, Nóra, te se engednéd. Te se hagynád. Látod? Egy csomóan nem hagynátok. Én nagyon haragudnék rá. Én azon is kiakadtam, mikor a volt párom felhívta egy nőt, de téves volt. Á, meghalnák, látod? Hát de jó, de gyerekek, az megint más, hogy valamennyire ismertek vagyunk. Mert nagyon soha, pont ez miatt nem engedik meg azt, hogy bárkivel írogasson. Pontosan ez miatt, mert ismert ember vagy. Érted? És pontosan ez zárod ki ebből az egészből, mert nagyon sok kapcsolat azért megy tönkre. Ismertek lesznek. Nyilván az sem mindegy, mit írnak meg, hogy persze, te is látod. Én látom, mindent látom, gyerekek, mindent. Én nekem egy gomnyomás, én megfogom, átcsatlakozok, féltékenység csak tönkre tesz egy kapcsolatot. Persze. Rendesen nem szólnék hozzá, hiába olyan csúnyán viselkednék én vele, vagyok. Na látod? És ő neki rengeteg nő ír, naponta legalább egy 5-6 nő ír neki, vagy a TikTokon, vagy itt, vagy ott, érted? Na, de mindegy is, hát most ezt nem azért mondtam, hogy most bármi, de csak hogy lássatok bele. De amúgy tényleg most nem azért írnak ők. Nagyon sok azért írt, hogy segítsek nekik étrendbe, vagy ennyi kiló, mit tudok neki ajánlani, meg ilyenek. De, igen. És igen. Akkor ennyi amúgy. Volna neki, de nem mertem. De írhatsz neki. Nyugodtan, tudod, menjen írnak, Nóra. Ezen túl kell lépni, tudod, mit érsz el, mit adsz meg neki, akkor nincs okod. Amúgy se. Nem szoktam vele. Nem szól, hogy most, jaj, most rám írt két nő, mert írtál neki egy edzéstervet, vagy... De, vagy ilyennek milyen, néztek engem. Hát, milyen étrendet kövessen, Zoli, neked ezzel kellene foglalkoznom, hogy miért nem teszed le a sulit. Zoli, csak ne ez a nő logikai, hogy robbanunk rögtön. Nem mertem, nem szerettem volna ebből. De nincs baj. Hát azért a csaj mesztelőn egy ismertebb embernek elküldi magát, az gáz. A bizalom nagyon fontos, én valahogy mindig jobban voltam a pasijaimnak az ex-barátnőjével, sőt az egyik a szomsz, úristen, azért az meleg az a helyzet. Amúgy 10%-on volt a telefonod már, mikor? Ki fog kapcsolni, úgyhogy szerintem megyünk. Jaj, gyereket! Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok ilyen késő órákban, gyerekek, és még mindig 650-en vagyunk. Éjfél, jaj, megyünk, tényleg gyerekek. Tényleg éjfél van. Mennyi, mert nektek is 23 óra 44 van pontosan. Reggel suli, munka, igen. Úgyhogy nem zavarunk már tovább, jó? Feküdjetek le is, ti pihenjetek. Amúgy se tudnám, mert le fogsz felülni. Ja. Aztán holnap jövök a vloggal, gyerekek, elmegyünk megvenni az airfryert, meg valamit még, már valahova megyünk. Kakimentes estét, nem érdekel. Összeszedem a kakiát. Na, úgyhogy már nagyon vártam, hogy legyetek. De bőrös már megint a szám, bassza meg. Kenyed labellóval. Az is lesz szőnyeg, jó ét. Veszek 20 szőnyeget. Holnap kávét inunk.
Hú, nem tudom, mikor kelek, Szilvike, de hol? Itt vagy a TikTokon? Jó, Jangi, na jó, megyünk Szilvi, is. Szilvi, hol? Várjál már. Itt vagy a TikTokon. Hallod, én nem tudom, a TikTokom nem küld senkinek értesítőt. Legyen együtt kávé itt. Tina, vezelint vegyél a szádra. Igen, hallottam róla már, úgy már megint nagyon bőrös. A TikTok nekem... Te senkinek nem küld. Én nem tudom, mi van, gyerekek, a van TikTokon. Van így, amikor már nem küld. De senkinek? Senkinek az égvilágon? Hogy? Néha kapok én is. Itt. Nem küldi mi. Tudom, tudom, DM-ben 400 forint. Itt mikor? Na, hát azt nem tudom. Én nem most, leszek itt. De most gyerekek, így, most mi, hogy ígérjem meg nektek ezt, hogy most jövök azt, ki tudja mikor. Mondjuk egy 10 óra az jó? 10 óra? Tiltsd már ki ezt a Kristóf kocsis, mert olyan unalmas vagy te ember, hogy ma hányok tőled. Lyukad. Kit érdekel a seglyukad? Kent be csilivel. Azt egyből jobb csili lesz. Cseppel. Csili cseppel. 10 jó. Radírozd le a szád. 10, aha. Na jó van, akkor 10-kor jövök kávézni. Na jó, gyerekek. Lehetek szerencsések és áldottak. Reggel jövök akkor, jó? Akkor holnap találkoztuk a Tinával. Velem, na, nem? Akkor 10-kor itt, randi. Ha látom a vlogot, vagyis a élőt, akkor beírok, beköszönök. Ha keveset iszok, tudom, nagyon, amúgy. Hát majd mikor felkelsz? Hát 10, de lehet, hogy már ilyen 9-kor is jövök. De hát majd úgy is megy értesítő, meg kiírom a Facebookra. Jó? Oké, okay. Na. Na, puszi, jó éjszakát mindenkinek. Puszi, sziasztok!